Köszöntök mindenkit. Ezen a szép téli délutánon Misztivesz Ferenc vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan eljöttek. Nem akármilyen alkalom, ez Hankis Elemérről szóló könyveket fogunk bemutatni, és úgy tűnik, hogy ez nagyon sokak számára sokat jelent. De mielőtt az egész szeánsz elkezdődne, egy kis meglepetéssel szeretnénk szolgálni, illetve elindítani ezt a szép összejövetelt. A kert az emberiség egyik legjobb találmánya és eszköze arra, hogy önmagát otthon érezhesse ebben a világban. Ha az én házam az én váram, akkor az én kertem az én szentélyem vagy menedékem. Gyönyörűségünket lejjük kertünk paradicsomi harmóniájában. Mindent megteszünk annak érdekébe, hogy megvédjük a külső világ, az idegen világ erőivel szemben, ahogy annak idején Mihály és Gábriel arkangyal védelmezte kivont karddal az Éden kertet. Bár mi általában ezt a kardot gyomláló késünkkel helyettesítjük. Gondoljon csak arra, hogy milyen dühött gyönyörűséggel gyomlálunk ki kertünkből mindent, ami megzavarja az általunk elképzelt és vágyott rendet és harmóniát. Milyen örömmel végezzük ezt a munkát, és milyen megkönnyebbülést érzünk akkor, amikor sikerrel befejezzük. Kertünk gyomlálása akarva akaratlan és nagyrészt öntudatlanul része az idegen világgal való küzdelmünknek. Annak a küzdelemnek, amelyet mindazok a gyomok, bogarak, gombák, baktériumok és más veszélyes idegen lények ellen folytatunk, amelyek állandóan be akarnak hatolni a mi világunkba. Kertünk gyomlálása egy viszonylag könnyű és örömteli győzelem az idegen világ erői fölött. Elkövettük azt a hibát, hogy tudottan is belemelegedtünk ebbe a küzdelembe. Először csak kis tisztásokat vágtunk a vadonban, később egyre inkább kitágítottuk a tisztásokat nagyobb és nagyobb mezőkké és mezőségekké, és végül már a földön csak nem valamennyi erdejét kivágtuk, és egyre inkább átalakítjuk földünket egy higiénikus és steril laboratóriummá, egyre nagyobb felületét burkolva be kővel és betonnal. Aztán, hogy valamelyest ellensúlyozzuk a veszteségeket, elkezdtünk kisebb-nagyobb gyeplepedőket ültetni teraszainkra és házaink tetejére. A kipusztult virágokat virágos szőnyegekkel helyettesítjük, vagy mesterséges és nehezen fenntartható kertvirágokkal. Kipusztítottuk csaknem valamennyi vadon élő állatot, kivéve néhány példányukat, amelyeket aztán rácsok mögött tartjuk, hogy emlékezhessünk azokra az izgalmas pillanatokra, amelyben hajdan, a vadonban túlon-túl nagy részünk volt. A kert a mi világunk, egy általunk teremtett és általunk ellenőrzött világ. Egy rendezett és harmonikus univerzum szemben a rendezetlen és diszharmonikus külső világgal, idegen világgal. A kert egyike azoknak a kevés pontoknak az életünkben és az univerzumban, helyet valóban rendben és ellenőrzésünk alatt tudunk tartani. A kert egy védett enklávé, fallal vagy kerítéssel körülvett zárt terület, vagy sövénnyel körülvett zárt terület. Szentély, amelyben az idegen világ emberi világában szelídítve. A természetnek
illetve a külső világnak csak azokat az elemeit és lényeit engedjük be, azokat tűrjük meg, melyekkel nem állunk hadilábon, amelyek kényelmünket és örömünket szolgálják, amelyek gyönyörködtetnek. Minden más elemet és lényt kizárunk, vagy ha behatolnak, elpusztítunk. A kertnek és a külső világnak ez az ellentétét különösen erősen hangsúlyozták annak idején, és részben még ma is a perzsa és arab országok forró klímájában. Magas falak, fák és bokrok biztosították a kert meghittségét és a lehetőséget a spirituális elmélkedésre. Kívül volt a kopár táj, a hőség és a vakító fény. Belül volt az árnyék, az élő természet, amely az életet szimbolizálta. Mások kapák és különböző permetező szerek mellett más módszereink is voltak arra, hogy megvédjük kertjeinket és benne önmagunkat. Voltak és vannak rituáljaink, mítoszaink és szimbólumaink. Ennek megfelelően a kerteket számos civilizációban szent helyeknek tartották. A kozmosz és a harmónia, az élet és az öröklét szimbólumainak. Ezt a vallásos és mitikus értelmezést perzsa és arab hagyomány fejlesztette a legmagasabbra, és hangsúlyozta a kegyeinek elrendezésében a legjobban, de föltűnnek ezek a motívumok a középkori kolostorok kertjeiben, a reneszánsz kertekben, és a 17.-18. századi francia kertekben is. Amit láttak, intézetünk két kiváló művész, zenész és kutató munkatársának a munkája volt, és természetesen hang is eleméré, a hangjából gondolom, hogy felismerték, Mizsei Zoltán és Vecsei Márton. Azért nem kérem őket, hogy most szóljanak, mert lesz még egy meglepetés a végén, és akkor elmondják, hogy hogyan készülnek ezek a művek. Most pedig szeretném megkérni a házigazdánkat, akinek köszönhetően itt lehetünk ebben a gyönyörűséges teremben, hogy ennek a hát Budapesttől igencsak nyugatra fekvő kőszegi intézetnek ugye, itt helyt adott, az akadémia falain belül, ahova a Hankis Elemér csak úgy hát részben érezhette magát otthon. Mindenesetre nagyon szépen köszönjük Ró Norbertnek, aki egyébként az egész intézetünket a fogantatás pillanata előtt, tehát amikor mi csak álmodoztunk róla, már akkor is támogatta azt a gondot, hogy legyen Magyarországon egy olyan felsőfokú tanulmányok intézet, ahol a tudományok egymásra találnak, és új gondotok születnek a társadalomtudósok, a természettudósok, a mérnökök, a művészek együttműködésével. Norbert, kérlek szépen egy köszöntőt mondjál itt. Kedves kollégák, örülök, hogy ez a nemes esemény a Magyar Tudományos Akadémián, ezen belül pedig a Magyar Tudományos Akadémia Informatikai Könyvtára és Informatikai Központja ezen előadó termében zajlhat le. Természetesen ez nem az én érdemem, ez a Magyar Tudományos Akadémia érdeme, de hát örülök, hogy ebben közreműködhettem. Amikor idefelé jöttem, gondolkodtam, hogy mit is mondhatnék, és egy 1943-as beszéd jutott eszembe. Ezt a beszédet Winston Churchill tartotta, aki arról beszélt, hogy a jövő birodalmai a tudás birodalmai lesznek.
Én ezt egy kicsit még ragozni szeretném azzal a meggyőződésemmel, amit úgy fogalmaznék meg egy kicsit túlozva, hogy a jövő birodalmai a kvantum technológiák birodalmai lesznek. Egy kicsit finomítanék, a kvantum technológiák nélkül a jövő birodalmai nem lehetnek jövő birodalmak. A kvantummechanika, a kvantum technológiák alapja egy nagyon bonyolult dolog. Még aki ezzel foglalkozik, az sem érti. Annak idején Albert Einstein, a 20. század véleményem szerint legnagyobb tudósa a kvantummechanikáról, aminek egyik megalapítója volt, és mégsem hitt benne, azt mondta, hogy Isten nem kockajátékos. Tudnék, a kvantummechanika egy valószínűségi elmélet, valamit bizonyos valószínűséggel jósol meg. Ennek ellenére nem ismerünk semmilyen olyan természeti jelenséget, amit olyan pontosan írt volna le bármilyen fizikai elmélet, mint ahogy ezt a kvantummechanika teszi. Használjuk, de nem értjük, de azért egyre jobban kezdjük érteni. A múlt század volt a kvantummechanika első forradalma, amikor megtanultuk a kvantummechanika törvényeit, ebből csináltunk tranzisztorokat, meg lézereket, meg még sok minden mást. A mostani század pedig oda vezetett, hogy már megtanultuk a kvantummechanika törvényeit manipulálni. Így születhetnek majd kvantumszámítógépek, így születhetnek olyan érzékelők, amikkel egyetlen molekulát ki lehet mutatni, például egy rákos megbetegedéssel elképzelhető legkorábbi fázisban, és még sorolhatnám tovább. De a kvantummechanikának rendkívül furcsa tulajdonságai vannak, ami abszolút távol van a mindennapi élettől. Ezért azt hiszem, hogy el kell már kezdenünk gondolkodni azon, hogy hogyan lehet az oktatásban is, meg másutt is a társadalmat előkészíteni. Elő kell készíteni. Például már úgy, hogy az iskolában már a valószínűségszámítást pontos komolyabban kellene venni. De azt hiszem, ennél többről is szó van. Ezek viszont automatikusan oda vezetnek, hogy a társadalomtudományok ebből a játszmából nem maradhatnak ki. Egész véletlenül, kőszegen, egy olyan esemény volt, amikor meghallgathattam Hankis Elemérnek a kvantummechanika társadalomtudományi vonatkozásairól megfogalmazott gondolatait, amiben tulajdonképpen egy programot is megfogalmazott. Az előadása után leültünk egy kicsit beszélgetni, mert hát nyilvánvalóan azért abban a programban voltak olyan hézagok, amelyeket a kvantummechanika mély ismeretével már azért meg tudunk válaszolni. Abban maradtunk Elemérrel, hogy hamarosan leülünk, és ezt megpróbáljuk egy kicsit mélyebben formába önteni. És esetleg a kőszegi IASC részére is egy ehhez kapcsolódó programot megfogalmazni. Sajnos erre a beszélgetésre már nem került sor, mert Hankis Elemér közben meghalt. Ezért is érzem kötelességemnek, hogy mindahol, ahol erre lehetőség van, hogy a természettudományok és a társadalomtudományok ilyen irányú kapcsolatával kapcsolatban bármilyen befolyást gyakoroljak, azt megteszem. Ezt próbáltam most is tenni, ezért is örülök, hogy most itt vagyunk együtt, és Hankis Elemértre emlékezhetünk, mondhatnám azt is, hogy ünnepeljük. Egy igazán kiemelkedő gondolkodó volt, aki nagy hár, hogy nincs közöttünk, de legalább a könyveiben itt van, és örülök, hogy ezeket most egy kicsit megbeszélhetjük. És köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, és tényleg nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy mennyit köszönhetünk Krón Norbertnek, és erről nagyon hosszan tudnék beszélni, de most muszáj önmegtartóztatást gyakorolni. Nagyon hosszú a lista, azoknak a listája, akik szólni fognak, és az időnk nem végtelen. Két könyvet jöttünk bemutatni, alapvetően persze négy van, de kettő újrakiadásra került. Az egyik az épp a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudomány címre hallgató folyóirata, amit nem más, mint Széchenyi István alapított 1840-ben, közel 180 éves folyóiratról van szó. Az a megtiszteltetés ért minket, engem, hogy a folyóiratnak a főszerkesztője, Falus András akadémikus
egy sikeres konferenciánk után, ami Hankis eleméről szólt tavaly Kőszegen, megkeresett, hogy nem vállalnék-e el egy külön szám szerkesztést. Természetesen elvállaltam, és nem volt egy könnyű feladat, igen komoly terjedelmi és egyéb technikai akadályokkal megküzdve létrejött, és októberben megjelent a külön szám, és ennek a külön számnak most nem olvasom fel az összes szert, de itt ül szinte mindenki, és sokan meg is fognak szólalni. Ezért mondom, hogy nagyon csinyán kell bánnunk az idővel. Ez egy nagy dolog, több ok miatt is. Egyrészt az említett kvantummechanika tanulmány miatt Elemér ezt formába öntötte, de életében nem tudott megjelenni, és már a kollégáknak köszönhető, hogy ezt megszerkesztették, angolra fordították, és végül is itt jelent meg először magyarul, majdnem 4 évvel a halála után, a Magyar Tudományos Akadémia folyóiratában. Ez egy picike, hogy mondjam, egyensúly helyrebillentés az én szememben, mert Hankis Elemér, mint ugye tudjuk, sajnos nem lett a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, de levelező sem, és valahogy mindenki nagyon kedvelte, nagyon elismerték, de pont az a szemlélet, amiből annyira újat hozott, az nem tud áttörni az intézmény falai között, szó szerint, ugye? Erről most nem mondok többet, de úgy látom, hogy ez egy lépés afelé, hogy elinduljon ez a párbeszéd, mert Krohn Norbert tanulmánya előzi meg a Hankis tanulmányt, vagy a Hankis esszét, mondjuk így, és azért hadd mondjam azt el, hogy ezek a beszélgetések természettudósok és társadalomtudósok között épp Krohn Norbert szobájában indultak el, akkor még nagyon-nagyon tapogatózva sok-sok évvel ezelőtt, csak kifejeztük az igényünket, hogy de jó lenne, ha közeledne egymáshoz a két társaság. Tehát ez az egyik. A magyar tudomány egy külön száma. Ezt nem az intézetünk hozta létre, tehát a Magyar Tudományos Akadémia folyóiratáról van szó. A másik pedig a Helikon kiadónak egy rendkívül jól megszerkesztett kötete, hogy Takács M. József állított össze, de az intézet hát kvázi társszerkesztőként vette ebben részt, a tudományos igényű tanulmányok és eszék tőlünk, nagy részt tőlünk származnak. Az egyiket a Magyar Tudomány Bokányi Péter és a másikat Agárdi Izabella munkatársunk, kolléganőnk fogja bemutatni. De mielőtt erre sor kerülne, én szeretném megkérni Söflin Györgyöt, akivel Hankis Elemér nagyon régi és nagyon jó kapcsolatot táplált, ápolt, mi is nagyon hosszú idején kezd, mint kőszegi intézmény, hát mondtam már 25 éve, 23 éve egyfolytában vendégül látjuk professzor urat, tagja az intézet tanácsadó testületének, bár a nagyon sok ideje most utóbbi időben nem volt, de amikor volt, akkor eljött Kőszegre. Egyfajta keynote speech-et várunk tőle, Gyuri, tiéd a mikrofon. Tehát mindenkit köszöntök szeretettel, és valóban Elemérrel, nem tudom pontosan mikor, de régen, szerintem 80-as években találkoztunk, és emlékszem, akkor még a London School of Economics-on tanítottam, hogy én meghívtam őt egy vendégelőadásra, és mindenkinek nagyon tetszett, legalábbis. Sok mindenki számára nagyon eredeti volt, amit ő igazából Magyarországról mondott, hogy hogy néz ki a magyar társadalom, de ez nem tudom melyik évben volt. Lehet, hogy a történészek ezt már meg tudják mondani, de én nem vagyok történész. De most, amit szeretnék ma délután elmondani, az két gondolat, amit én Elemértől vettem át. Az egyik az a társadalmi csapdák, ez lesz a második, ezt nem kell külön magyaráznom, de az első az egy méltatlanul elfelejtett tanulmánya Elemérnek. 2002-ben jelent meg, az a címe, hogy Legenda profána, avagy a világ újravarázsolása. Nem tudom, van-e valaki, aki ezt olvasta, jó lenne előszedni. Na, érdekes, tehát engem nagyon tetszett. A kapitányok adták ki egy kötetbe, az a címe, hogy jelbeszéd az életünk. Na, érdekes. Na most igazából abból indulok ki, mert szerintem ez az, amiből Elemér is kiindult, az egész varázslatos gondolkodás, mágikus gondolkodás, vagy vágyvezérelt gondolkodás. Tehát mi mind hajlamosak vagyunk erre, hogy mi feltételezünk egy okozatiságot, ami bizonyíthatatlan, illetve cáfolhatatlan. És ez tovább él.
a mai világban is. És kicsit erről akarok beszélni, és kitérni arra a vége felé, hogy milyen szerepe van ebben a mai Európában. Tehát azt akarom mondani, hogy a babonák, a hiedelmek, a kultuszok, azok ott élnek, és keverednek a felvilágosodási racionalitással. Tehát egyszerre élünk egy ilyen kettős világban, vagy egyik fel, egy másik felé. És szerintem itt érdemes említeni Bruno Latourt, akinek a könyve Soha nem voltunk modernek, ez megjelent magyarul, nem tudom, hogy ki olvasta, nagyon korán, tehát 91-2 körül. Rengeteg nyelvbe fordították le. A gondolata nagyon érdekes, hogy kialakul, vagyis tulajdonképpen ezt akarja mondani, hogy soha nem voltunk modernek, hogy a racionalitás bizonyos elsőséget élvez, és élvezett és élvez, de mindig léteznek a hibrid folyamatok. És ezt én elfogadom, mert én ezt látom többek között az Európai Parlamentben is, de most erre nem fogok külön kitérni. Latour alapgondolata szerintem, hogy a tényeket nem lehet leválasztani az értékekről, az egyik befolyásolja a másikat, és ez egy ilyen kétirányú folyamat. Másrészt a kultúrát nem lehet leválasztani a természetről, és azt hiszem ez a kert metafora is valamennyire erről szólt. Tehát ezek a hibridek, és ezt szerintem ezt ki lehet terjeszteni rengeteg jelenségre. A racionalitás ezeket a hibrideket megpróbálja eltüntetni, és itt egyfajta ilyen purifikációban élünk, tehát állandó jelleggel van egy küzdelem a kettő között, és ez a tudományos gondolkodásra vezethető vissza, tehát, hogy ez egy egyes hermeneutikai gondolkodás, hogy csak megfigyelő van, a megfigyelt nem játszik szerepet. A társadalomtudományokban ez nem áll fönn. Ott mindig a kettős hermeneutika működik, és ha valamit megfigyelünk, az, amit megfigyelünk, az hat, kiránk hat, és aztán mirálhatunk. Tehát ez, most nem akarok bekontárkodni, de azt hiszem, hogy Heisenberg is valahol ott van. Most ez azt mondja nekem, és ez a hibriditás, hogy a varázslatosság együtt él a racionalitásra, és hatnak egymásra. Tehát a varázstalanítás maga is egy mitosz, amiből mi naponta élünk. Igen, mi vagyunk a racionálisak, és ezzel megpróbáljuk visszaverni ellenfeleinket. Kiderül ebből, hogy ez a varázstalanítás soha nem volt teljes, bár a modernitás mindig azt állítja, és normatív állítja, hogy igen, igen, minden a racionalitás jegyébe történik. És világos, legalábbis számomra, hogy ez nem így van. A nyugati kultúra, ez a felvilágosodási racionalitás ugyanakkor kifejlődött, és ez a mai európai identitás egyik legfontosabb alkotó eleme, sőt, tulajdona, és ugyanakkor tulajdonossága, legalábbis magunknak gondolt tulajdonosságunk, és ezzel megpróbálja háttérbe szorítani az ezektől eltérő gondolkodásokat, gyakorlatokat. De ez soha nem sikerül. És erre majd kitérek, hogy miben nem sikerül, de a kettő együtt él. És ez meghatározza valójában az európaiságot, hogy mi az, amit mi elfogadunk racionálisnak, mi az, amit megpróbálunk száműzni. A hagyományos vallásosság abszolút ide tartozik. Azokba a nem kívánatos racionalitás által nem kívánatos folyamatokban igazából az egész felvilágosodás sok tekintetben alapozta magát, hogy a vallást száműzni kell. A vallás az egyfajta békjó. És ez az emancipáció, ami szerintem mai napig is valamennyire szerves része az egésznek. Ebből indult ki Elemér, szerintem, hogy mennyire ismerte az ideális világot, azt nem tudom megmondani, mert én nem találom ezt a tanulmányt az interneten, és azért nem tudom, hol az én példányom. Tehát most emlékezetből idézek, és hogyha valaki jobban ismeri, mint én, akkor tessék engem kijavítani. Tehát, hogy Elemér arra fokuszált, hogy a hagyományos mitoszok kiüresednek, és ebből kiindulva a modern kor szereplői újra feltöltik a világot, különféle szimbolikus súlyjal bíró kultuszokkal. Kulturális gyakorlatok, reklámok.
Te ott voltál, amikor elemér a parfümökről beszél? Igen. Nem is egyszer. Tehát nem is egyszer, igen, ez egy kedvenc témája volt. Hogy milyen üzenetet hordoznak a parfümreklámok? Sport, celebkultusz, sztárkultusz, asztrológia, divat, női magazinok, alternatív orvoslások, homeopátia is ide tartozik, a szekuláris zarándoklat, az Európai Dalfesztivál, a populáris kultúra, ezek mind ott léteznek, és sok tényleg ellent mondanak ennek a magát hegemonnak gondolkodó racionalitástól. Tehát ebből kiindulva azt mondanám, hogy a vágyvezérelség ott van, és nagyon sokan a racionális, magát racionálisnak mondó érvelést elvetik. Na most azt akarom, ez már az, amit én mondok, hogy ez egy összeurópai, valamennyire egy össznyugati, és nem csak nyugati, de minden esetben egy összeurópai jelenség. Tehát én úgy fogom föl a mai Európát, hogy sokkal inkább hasonlítunk egymásra, mint 50 évvel ezelőtt. Tehát ezek a tényezők, ezek a folyamatok, jelenségek, amit említettek, ezeket gyakorlatilag mindenütt meg lehet találni. A szelepkultusz, sportkultusz, női magazinok nagyon izgalmasak. Tehát időnként nézem ezeket különféle nyelveken, és kiderül, hogy a tartalma 70-80%-ban teljesen egyforma. Mindig van egy ilyen helyi 20%. Akár az legyen az magyarul, vagy németül, vagy francia, vagy angolul, vagy hollandul, hogy valamennyire eltűnőbb, és csak tudományosan követem ezeket a dolgokat természetesen. Na most az érdekes az egészben az, ja, igen, és aztán még említeném az angol nyelvet, vagyis azt az angolt, amit a nem anyanyelvűek beszélnek, mert azért ez sok tekintetben eltér. Az anyanyelvi angoltól az egy külön történet. Tehát a közlekedés, a kommunikáció lehetőség és a gondolatok átadása, illetve a fordítások, ami egy külön terület, egyre közelebb hozzák az embereket, és a megértést is sok tekintetben előre segítik. Azonban, ami nagyon izgalmas az egészben, hogy ennek nincs politikai tartalma. Ezek kulturális gyakorlatok, tehát politikailag nem hozza közelebb egymáshoz. Van egy bizonyos mimetikus oldala, tehát én most követtem ezt az egész sárga mellényes történetet. Nagyon érdekes, hogy nagyon gyorsan átcsapott Belgiumba, és valószínűleg más helyen is meg fognak jelenni. Szimbolikus, miért sárga, mi ennek a jelentősége, igen, fény visszaverő, stb. Stb. Tehát azt mondanám, hogy ez része a mai életünknek, és ezzel együtt azt hiszem, hogy el kell fogadnunk azt, hogy igen, a mitikus gondolkodás mai napig is szerves része a mi világunknak. Mennyi időm van még? 5 perc? 5 és fél. Nagyon bűnkező vagy. Oké. Csapdák. Most ezt nem kell külön magyarázni, mert azt hiszem, ezt mindenki ismeri az ő csapda elméletét. Nagyon sok ilyen jelenség van, különféle csapdák, amit angolul wicked problems-nek hívnak, gonosz problémák, azok megoldhatatlan kérdések. Kezelhető, de nem megoldható. Amit az akirólom ilyenkor beszokott mutatni, az az egészségügy megoldható, de a probléma nem fog eltűnni. Aztán vannak a zsákutcák, hát ez a bibói zsákutca, aztán van a cupcvang, amikor valaki az a sakból, amikor kötelező lépni, de csak hátrányosan. És igazából, hogyha az ember a racionalitásból indul ki, annak ezeknek nem szabadna léteznie, mert akkor mindig megoldható lenne. Tudjuk, hogy ez nem így van. És a tanulmányomban, amit meg lehet találni ebből a kötetben, nem tudom kifordítani azt, mert én angolul írtam meg, de nagyon jó a fordítást, nagyon tetszik. Nem én voltam sajnos, de átadom. Jó, mert nekem nagyon tetszik. Nagyon sokat tanultam belőle egyébként. Mindig izgalmas, hogy az ebben saját magát valami más nyelvvel olvas el. Megpróbálom alkalmazni az egész csapda elméletet az Európai Unió és Közép-Európa kapcsolatára. Tehát az EU kiindult 2004 előtt, amikor elkezdték a tárgyalásokat 97-ben, hogy van egy hagyományos integrációs modell, végső soron finneket, osztrákokat, és még volt egy harmadik is, nem volt probléma beintegrálni, Svédország volt, ugye? Igen. Akkor miért lenne problémás, ezek közé legyenek leszámítva, amúgy is kis országok, nem jelentettek különösebb problémát. És szerintem
ebből ered, hogy a hagyományos, igazából bürokratikus modellt próbálták rákényszeríteni, mert azért volt egy kis kényszer a tárgyalások alatt, a újonnan a kommunizmusból kimászó társadalmakra, országokra, és nem értették, szerintem most sem értik meg Brüsszelben, hogy a kommunizmus összeomlása elsősorban, vagy legalább olyan fontossággal egy nemzeti felszabadulás is volt. És a demokrácia, a demokratizálódás egy része volt a folyamatnak. Tehát ez föl sem merült. És amikor én próbálok ilyeneket mondani, akkor csak úgy néznek rám. Tehát ezzel együtt, amit én látok Brüsszelben, tehát miért jött létre az integrációs folyamat, nagyon lerövidítve, zanzásítva, hogy megoldja a konfliktusokat. Elsősorban a német-francia háborúzás hagyományát. Kiválóan sikerült. De ez lassan háttérbe került. Tehát konkrét példát, rengeteg probléma merül fel, amivel az EU nem foglalkozik. Ott van a katalán kérdés, ott van Ciprus, ott van a horvát, szlovén határvita, csak hármat említsek, Írországa kénytelen foglalkozni. Tehát nagyon sok ilyen kérdés van, ezek csak ilyen határbeli befagyott konfliktusok. Rengeteg más van, és szerintem ez valamennyire a háttérbe kerül, és a liberális normativitás egyre inkább dominál, minek következtében az EU bizottság elsősorban a tagállamoknak, elég komoly, a nyugati tagállamoknak, az EU 15, amiből nem sokára 14 lesz, nehezebben értik meg, hogy milyen célkitűzésekkel indul el ez a világ, a volt kommunista világ, az új Európa felé. Az, hogy a nemzeti mi voltnak egy komoly szerepe maradt fönn, azt nagyon nehezen tudják megemészteni, mert valamikor, ennek nem volt egy kijelölt napja, de egy szép nap kiderült, hogy nyugati államok posztnemzetiek. Ez pontosan mit jelent, ezt nem tudom. De ott lebeg. Ennek következtében soha nem érte el, legalábbis ez az én tapasztalatom, azt, hogy a közép-európai hang egyenértékű legyen a nyugatiakkal. Nem csak abból indulok ki, hogy ott van a két nagy ország, Németország és Franciaország, de igazából, hogyha innen tematizálunk valamit, akkor ezt sokkal nehezebben fogadják be. Ráadásul, és ez most a mostani helyzet vége felé, tehát ez a Juncker-Timmermans bizottság, ezek különféle célkitűzései vannak, igazából egy egyre szorosabb, integrált Európai Unióval kapcsolatosan, és a közép-európai államok ezt nem úgy fogadják be, ahogy ezt Brüsszelben szeretnék látni. Tehát én azt látom, hogy senki sem mondja így, azt hiszem rajtam kívül, hogy nagyon sok mindig az európai integrációt eleve jónak látja, nem egy eszköznek. És akkor itt van egy erkölcsi, politikai, kulturális, stb. Eltérés. És aztán itt van ez az egész probléma, ami egy külön előadást igényelne, hogy a demokrácia csak liberális demokrácia lehet? El tudunk képzelni egy nem liberális demokráciát? Szerintem igen. Szintén el tudunk képzelni egy liberális nem demokráciát. De ezek a lehetőségek mind ott vannak. De ilyeneket nem lehet kimondani Brüsszelben, mert akkor száműzik az embert, kiközösítik. És akkor ezzel be is fejezném, és kiváló. Igen, kiváló slusszbort volt. Én is készültem, nagy részét egyáltalán nem kell mondanom, mert nálam sokkal jobban elmondta Schöflin György. Amikor arra gondoltam, mit mondanék el a Hankis elemér nagyon-nagyon sokféle üzenetéből, amit a mának meg a holnapnak el lehet mondani, akkor eszembe jutott, hogy még életében, december közepén, 2014-ben megjelent az akkor még létező Népszabadságban tulajdonképpen egy karcolata arról a könyvről, amit együtt szerkesztettünk Jodival, és nagyon sokan, akik itt ülnek, szerepelnek benne. Angolul jelent meg a Routledge kiadónál, és az elemének, aki egyébként ő is írója volt a könyvnek, annyira megtetszett, hogy eszébe jutott egy csomó minden, és ebből egy-két gondot felolvasnék, vagy elmondanék. Az volt a címe, hogy Európa és a Minotaurus. 2014. december 14-én jelent meg. Évszázadokon át úgy tekintettünk Európára,
mint a szépséges hajdani föníciai királylányra, idézőjelben Európára. Hajlottunk arra, hogy elfelejtsük és megbocsássuk kissé vad kalandját a fehér bikaként megjelenő Zeusszal. Csak gyönyörű arcát láttuk, és nem vettünk tudomást arról, hogy a mitosz egyik változata szerint a félelmetes szörnyeteg, a félember félbika Minotaurus az ő unokája volt. A két világháború, a holokauszt, a gulág és két évszázadnyi kíméletlen gyarmatosítás után ma már hiába takarjuk el a szemünket Európa arcán, kirajzolódnak a szörnyeteg vonásai is. És nem lehet nem észrevennünk a hanyatlás jegyeit, és Európa zavaros kapálózását, hogy kijusson a jelenlegi súlyos válságból. Ez azért nagyon érdekes, mert az elmített előadásokat, amin parfüm és nagyon sok minden szimbólumok szerepelnek, Ellemér még úgy kezdte el olyan 20-valahány évvel ezelőtt, hogy nagyon erős volt benne az európai meg a nyugati civilizációhoz való töretlen kötődés. És ugye hát ez picit másról szól. Végigveszélt, amit most professzortól hallottunk, demokrácia, nemzet, demokrácia, kapitalizmus szinte feloldhatatlan ellentmondásait, amivel nem foglalkozunk, úgy teszünk, mintha ezek azonos, vagy kompatibilis, vagy harmonizáló fogalmak volnának, demokrácia és szabadság, és ennél megállnék demokrácia és hiányzó társadalmi szerződés. Ugye egy ilyen hármas válságban élünk minimum itt Európában, nem találjuk a helyünket, nem találtuk a helyünket az Európai Unióban, itt van ez a belpolitikai helyzet, itt van az Európa szinte, hát az északi rész kivételével egy nem baráti országok ölelő karjaiban érezheti magát, akik nem sokára majd csatlakozni fognak az Unióhoz, hanem egy ilyen tűzkarika veszi körül, nem mondom, hogy lángtenger, de hát az ellenkezője annak, mint amit magáról képzelt, gondolt és projektált. Azt mondja Ellemér, hogy 1989-ben szinte szóba sem került egy európai társadalmi szerződés. Tehát ha egy új korszakba lépünk, már pedig abba léptünk, mi erről Kőszegen szinte minden héten nagyon sokat beszélünk, akit érdekel, meg lehet nézni interneten, honlapunkon. Nem lehet sikeresen belevágni egy ilyen komplex feladatba, ha nincs egy új konszenzus. Ezt sikerült elmulasztanunk itthon, Magyarországon is, ennek a levét isztuk és fogjuk még inni. Sikerült elmulasztani a közép-európai szinten, ahol pedig visegrádi négyek léteznek, és éreztük, hogy együtt kell majd föllépnünk, és próbálunk is bizonyos dolgokban, lehet, hogy megkésve, lehet, hogy nem a legjobban, de létezik egy ilyen tömörülés, és sikerült elmulasztani európai szinten is. Magyarul a politika felszín olyan játékosok kezdtek egymáshoz közeledni, akik azt állították politikusaik által, nagy optimizmussal, de homályosan megfogalmazva, hogy hogy összetartozunk. És amikor találkoztak a valóságban, kiderült, hogy valami egészen más cuccot cipelnek magukkal, egészen más építőköveket, más habarcsot, egészen más épületbe gondolkoznak, és ezt senki nem vallotta soha be. Tehát úgy sikerült eltöltenünk 30 évet, 89 után, lassan 15 évet a csatlakozásunk után, együtt, hogy nem beszéltünk erről az alapvető tényről, hogy nem vagyunk kompatibilisek, hogy ezt meg kellene beszélni. Hankis Ellemérnek ez már ugye 4 évvel ezelőtt is föltűnt, korábban is. Hadd mondjam el, hogy voltak ilyen kísérleteink, az Európai Bizottságban is dolgoznak önök, akiknek ez ugyanúgy föltűnt, mint nekünk, csak a hangjuk se ott, se itt nem hallatszott, ahogy a miénk se. Nem ment át a politikába, a médián, ahogy ma sem. Úgy 10-20 évvel ezelőtt szintén nem. Azt mondták a brüsszeli barátaink, most a Jacques Delors intézetben dolgoznak, hogy nagyon szükség van egy ilyen társadalmi szerződésre. Ez ugye azt jelenti, hogy valamiféle konzenzus alakul ki a különböző társadalmi rétegek, osztályok között abban, hogy hogyan lehet ezt az egészet tovább csinálni. Ennek az elmaradása volt már a 2005-ös válság, és utána nem sorolom tovább, válságok sorozata húzza lefelé. Ez egyébként valóban kiváló elképzelést, amit európai integrációnak hívunk. Ezt gondoltam, hogy elmondom, és még egy pozitívabbat is azért. Egy nagyon jó hírt kaptunk
két nappal ezelőtt, hogy Veszprém városa megnyerte az Európai Kulturális Főváros pályázatot, amely egy picike, és talán nem lényegtelen része van az intézetnek, mert egy olyan szemlézet javasoltunk a polgármesternek, aki megkért, hogy ebbe vegyünk részt, ami úgy látszik, hogy fontos volt. Ez az együttműködés szelleme, és a kitárulkozás gondolata, hogy ne egy kisváros gondolja akármilyen szép, és akármilyen kultúrát, és civilizált, és művészileg nagyon magasan fejlett, hogy ő csak befelé fordulva, még több színházat, még több zenét produkálva Európa kulturális fővárosa lehet, hanem gondolkozzon a felelősségéről, a környezetéről. És sikerült erről meggyőzni egy kiváló művészeket és ennek az egésznek a szervezőit. Nem volt kicsi munka, sikerült. És egy nagyon éles verseny, hogy Debrecen és Győrrel szemben megnyerte Veszprém. Ebben picit ott vagyunk mi, és az a szemlélet, az, amit ezt elmondom, az, hogy Hankis Elleméről több ilyen közös vállalkozásunk volt, ami teljesen az ő bébije volt, a Találjuk ki Magyarországot. Szinte tökéletes kudarc. Újságírók nevetség tárgya, politikusok közölték, még a barátaink is, hogy hát azt már Szent István kitalálta. Szóval ezeket a nagyon szellemes magyar szöveket hallottuk éveken keresztül. Aztán jött egy másik, ami már közösebb volt, a Találjuk ki Közép-Európát. Ennek egy picit nagyobb volt a sikere, nagyobb volt az érdeklődés, de inkább főleg külföldön, vagy nem magyar kollégáink részéről. Ez is megállt. Itt örömmel közlöm, hogy ezt szeretnénk újraindítani. Valószínűleg hamarabb, mint később, minél hamarabb. És volt egy utolsó Elemérnek egy nagyon jól átgondolt elképzelés arra, hogy kéne indítanunk egy új reformkort. Erre talán emlékeznek Kondor Katalin, ő interjút is csinált, meg nagyon sok mindenre emlékszem ezzel kapcsolatban. És ennek a keretében fogalmazódott meg a kreatív városok koncepció. Tehát ott 2009-10-ben kezdtünk először erről beszélni, és ebben a kötetben, amit már a halála után tudtunk csak kiadni, ez egy angol nyelvű kötet, szerepel egy olyan hangkísírás, ez most az eszembe, ami erről szól, hogy ő végig gondolta, hogy melyek voltak a sikeres városok, és minek köszönhetően voltak sikeresek az ókortól napjainkig. Ezt el akartam mondani, hogy valami pozitívet is mondjak, most viszont szeretném megkérni a két kötet, két bemutatóját, dr. Agárdi Izabellát és dr. Bakányi Pétert, hogy fáradjanak ki, és fogjatok bele. Ki kezdi? Bella, te ugye? Szeretettel köszöntök mindenkit, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy ezt a csodálatos kötetet bemutathatom és méltathatom. Ez egy borzasztó nagy munka eredménye. Már 2017-ben elkezdődtek a munkálatok a kötet szerkesztésével kapcsolatban, és a szerzők is elkezdtek saját tanulmányaikon dolgozni már tavaly, és idén szeptemberre megszületett a kész kötet. Ez egy emlékkönyv. Ugye gyakran szokták mondani, hogy az el nem mondott élet az nem igazi élet. A szemtanú nélküli élet az nem valóságos élet. Persze ezekkel az állításokkal lehet vitatkozni, mégis azonban számomra mindig érdekes azt megnézni, hogy egy életre, egy emberre sokan, hányan és hogy milyen módon emlékeznek. Sok mozaik darabkából hogyan áll össze egy emberről egy kép és az ő életéről. Ez az emlékkönyv ez erre vállalkozik, ahogyan Hankis János fogalmaz az ő írásában. A prizma a tiszta fehér fényt a szivárvány ezer színére bontja. Az emlékkönyv az ellenkezőjére törekszik. Különböző tanultságú, hivatású, egyéniségű és tapasztalatú egyének emlékeiből alakít ki egy remélhetőleg valós képet egy társunkról.
A sok szín, sokfajta emlékezés, sokféle karakteren, emléken, hőfokon átszűrődött kép, bízunk benne, a lehető leghűbben mutat fel egy embert, a maga sajátosságaival, terveivel, törekvéseivel, nehézségeivel és igazával. Nagyon izgatottan ültem le elolvasni ezeket a visszaemlékezéseket, és mivel én csak nagyon röviden találkoztam Elemérrel 2014 őszén, egyszer-kétszer járt Kőszegen, és mindig úgy éreztem, hogy csak így, mintha így átsuhant volna az életemen, mindig bejött az irodába, és megkérdezte, hogy mi kérdeztük tőle, hogy hát hogy van professzorul, és mindig megkérdezte, hogy önök hogy vannak, az a lényeg. És annyira kíváncsi voltam belőle, hogy milyen ember is lehetett ő. És ezért nagyon meglepődtem, mikor sok a visszaemlékezés azt hangsúlyozta, hogy mennyire talán nem is ismerték a Elemért. Nem állíthatom, hogy igazán ismertem Elemért. Nem merném azt mondani, hogy jól ismertem. Mindenki úgy érezheti, hogy van egy autentikus hangkisképe, pedig egészen soha nem sem mutattam meg magát senkinek. Felesége is úgy ír róla. Sokan szerették, tisztelték, de hogy kiértette meg igazán. Sokan mondják, írják, hogy titokzatos volt és zárkózott, zárt és zavarba ejtő. Nem tudták hova tenni, sem politikailag, most akkor jobboldali, baloldali, sem szakmailag. Ungvári Tamás írja róla, hang is minden élethelyzetben teljességgel idegen volt, és idegen maradt. Persze nem hiszem, hogy ezt szó szerint kellene érteni, de az az ember, aki definiálhatatlan, aki nem áll be se ide, se oda, aki nem kategorizálható valamelyes, mindig ismeretlen marad a körülötte levők számára. A kötet egyik szerzője, Szilágyi Ákos, ezt személyes megfoghatatlanságnak hívja. Meghökkent, hisz nem igazolja vissza a kötelező kulturális kódokat, a megfigyelés, a vizsgálódás az örök kérdezés szerepét választja, amely azonban el is szigeteli. Ez a személyes szabadság, noha belső szárnyalás és játék, egyben magányt is jelent. Szellem és intellektuális magány ez, a gondolatok párnázott, puha, buborék univerzuma. Ezt egyébként az autóra használta ezt a képet Elemér. Zétényi Lili aztán így ír. Igen, idegen volt, következésképp magányos. Elemér kedvenc versére utalva írja, hogy néma harangokat kongatott untalan, de saját kényére szabadon. Noha itt feltehetjük a jogos kérdést, hogy talán a közeggel volt a probléma, talán a közeg az, ami nem volt kész arra, hogy Elemér gondolatait befogadja és Elemért megismerje. Erről is vitatkozhatunk, gondolkozhatunk a könyvet olvasván. Érdekes volt számomra, ahogyan fia Ádám Elemérnek szólítja apját, felesége Lili pedig csak E-ként utal rá, mintha ezzel is védelmeznék azt a személyes dimenziót, amely jobb, hogyha csukva, ezután is csukva marad a nagy közönség előtt. A kötet felépítése az első... Négy része van. Az első részében ezek a személyes, anekdotikus visszaemlékezések olvashatók, amelyek egy nagyon sokféle életszituációban festenek képet Eleméről. Barátok, munkatársak, szomszédok, akik vele Balatonon nyaraltak, kutyát sétáltattak, emlékeznek vissza egy-egy momentumra, egy-egy életszituációra, amely mondjuk számukra Elemért olyan jellegzetesen ábrázolta, vagy megjelenítette, és így megmaradt az emlékeikben. Aztán a második részben 11 tudományos szöveg található, és itt amit már a Miss Livetz professzor is említett, jó néhányuk ugye a Kőszegi Intézethez kötődő szerzők, és ők Elemér egy-egy kérdésfelvetését, egy-egy témáját igyekeztek tovább gondolni. Így van. Aztán a harmadik részben a hang kiselemérnek a kőszegi jelenléte, kőszegi munkássága kap szerepet, és ez a rész ez azért érdekes, mert így
valahogy egy picit világossá válik, hogy miért kőszegen lett ez az első hazai alapítású Ödvön Study intézet. Mi az kőszeggel kapcsolatban, ami ennyire speciális vagy különleges? Aztán van a negyedik rész, ami nekem személyesen is nagyon-nagyon tetszett, ez a, hát minden nagyon tetszett, de a negyedik rész az interjúkat tartalmaz. 1991 és 2012 között tévében, újságban adott interjúk, és valahogy egy picit úgy éreztem, hogy elemér szól hozzám ezeken az interjúkon keresztül. És utána van egy dokumentum szekció, ahol két levelet olvashatunk. Ezt most hagyne fedjen fel, ez legyen meglepetés, hogy melyek azok a levelek. És a kötethez tartozik egy DVD is, itt a végén, és ezt Csortos Szabó Sándor filmjét Idegen világban címmel tartalmazza. Aki itt ül belünk. És ő írja, hogy bízom abban, hogy a könyvhöz mellékelt DVD megtekintése után az a hangkiskép, amit őriz magában az olvasó, árnyaltabb lesz, és ha csak egy pillanatra is, de láthatóvá válik benne Elemér. Azt hiszem, hogy generációtól függetlenül mindenki számára egy nagyon értékes, érdekes olvasmány a könyv, és talán a legfontosabb célt eléri, hogy Hankis Elemér nyomán minket is gondolkodásra és műveinek olvasására ösztönözön, engem mindenféleképp ösztönöz, és azt gondolom, hogy igazából Elemér is ezt szeretné. A saját életéről úgyis mindig nagyon szerényen nyilatkozott, ilyeneket mondott, hogy az én életem nem titokzatos, nem látványos, élek, ahogy élek. Gondolatait viszont igyekezett megosztani, hiszen azok nem öncélúak voltak. A változtatni akarás, az emberek, a társadalom jobbítása annak művelése által olyan aspiráció, amely minden interjú megszólalásából, szövegéből árad. És aztán van egy nagyon kedvenc idézetem, és hogyha még van egy fél percem, akkor ezt felolvasom, mert ez nagyon megérintett. Hankis Elemér válasza arra a kérdésre, hogy miből gondolja, hogy az élete nem érdekes, nem izgalmas. Az élet izgalmas azért is, mert el lehet passzolni azt az egyetlen lehetőséget, amit az ember kap arra, hogy valamit csináljon ebben a világban. Hogy ne kelljen megszégyenülten a hiába valóság keserűségével a lelkében, nyomtalanul eltűnnie abban a bizonyos semmiben, vagy ismeretlenben. Ahogy Adi mondaná, minden ember fenség, éjszakfok, titok, idegenség. A falusi kiskalász vagy a taxisofőr épp úgy, mint Nietzsche vagy Michelangelo. Azt, amit ő láthat meg a világból, azt soha senki más úgy, ahogy ő nem láthatja meg. És ha ő átalussza, átbambulja, átserénykedi az életét, ha nem próbálja meg kifényesíteni azt a bizonyos talentumot, akkor a világ egy színnel szegényebb lesz. Az ő élete meg legalábbis ebből a szempontból értelmetlenebb. Ettől persze még lehet kitűnő kanász, sofőr vagy akár filozófus. Hát ebben a pársorban én is egy picit otthonra találok abban a világban, amely számomra is néha kicsit ijesztő és félelmetes és idegen. De azért azt hiszem, hogy Hankis Elemér élete, csak úgy, mint a kiskanász és Michelangelo élete, nem volt hiába való és nem tűnik el nyomtalanul. Remélem, elolvassák a könyvet. Napot kívánok, köszönöm szépen. A feladatom kicsit hálátlanabb, mint Belláé, hiszen a Helikon több műfajú kötete, nagyon-nagyon sokszínű, és hát legalábbis látszólag, itt meg nem szól másról a történet a magyar tudomány Hankis száma kapcsán, mintsem, hogy különféle szaktudományok aspektusából szólnak hozzá unalmas tanulmányokban mindenféle emberek Hankis Elemér életművéhez, illetve életművének az utóéletéhez. Éppen ezért azon gondolkodtam, hogy lehetne ezt egy olyan kontextusba helyezni, miközben majd felsorolom, ki az a 18 ember, és milyen nagyszerű címeket láthatunk itt. Olyan kontextusba helyezni mindezt, hogy látszódjék az is, hogy itt lényegében egy nagyon szép folyamat rajzolódik. Ez a folyamat, ez
egy lineáris folyamat, lineáris történet, egy kicsit szomorkás, egy kicsit megható és nagyon-nagyon felemelő történet. És ennek a folyamatnak a nyitánya volt az a kötet, amit Hankisérvén 80. születésnapjának tiszteletére állítottak össze a barátai és tisztelői. Megszámoltam itt ilyen gyorsan, 24 szerző szerepel ebben az egykor volt kötetben, amely 24 szerzőből azt hiszem nem számoltam meg, hogy hány szerző szerepel a magyar tudomány külön számában a 18 szerző között. Szinte mindenki, tehát a fele nagyjából egyezik a névsornak. Én azt gondolom, hogy ez már nagyon-nagyon fontos gesztusként is és tényként is. Ahogy mondtam, ezzel indult a folyamat, ez a szomorkás és megható és felemelő történet. Hankis Elemér barátai, kollégái, tisztelői a 80. születésnapjának a tiszteleti összeállítottak egy kötetet a számára. Ezt a sort folytatja egy 2015 májusában megjelent kis kötetecske, ez az In Memoriam Hankis Elemér című kötet. Igen, én szerkesztettem, valóban köszönöm szépen. Tehát egy kis kötet, amely, hogyha a sorban nézzük, akkor a történet itt kezd szomorkássá válni, hiszen Hankis Elemér halála után közel fél esztendővel állt össze. A kötetnek az alapötlete az volt, hogy mi mindannyian tudjuk, hogy Hankis Elemér 21 néhány évig a Kőszegi Európa Házban dolgozott. Nézzük meg a házban található számítógépeket, hogy vajon mit hagyott itt fizikailag. Úgyhogy átbogaráztuk a számítógépeket, és azok a szövegek kerültek ebbe a kis füzetecskébe, amelyeket ott találtunk, következésképpen feltétlenül ott születtek az Európa Házban. Illetve számomra egyik legkedvesebb közlés ebben a kis füzetecskében. Hankis Elemér utolsó nyilvános szerepléséről készült film szerkesztett részlete. Történt mindez 2014, mondom már is egészen pontosan, tehát 2014. december 15-én. Engedjék meg, hogy egy kis részletecskét felolvassak Hankis Elemér szövegéből, ami ott a filmben, illetve ott az esten és az estről készült filmben elhangzott. Azt mondta Hankis, hogy kettőségekben élünk. A valóság csodálatos, amikor megtalálunk egy új valóságot, egy új igazságot, akkor a szabadság eufóriája önt minket el, megnyílik előttünk egy világ. De amikor egy valóságot megtalálunk, az ránk is zárul, mint egy ketrec, amelyből nem tudunk kitörni évszázadokig. Kopernikus megtalált egy új, fantasztikus világképet, ami nagy felszabadulás volt. Ez a kopernikuszi világkép rázárul több száz éven keresztül a nyugat-európai emberiségre, és ugyanígy tulajdonképpen minden így van. Egy szabályt kivédünk, és a szabadságunkból előbb-utóbb rabság lesz. Egy új kultúrába átlépünk, mint egy szabadabb kultúrába, és az a szabad kultúra ránk zárul, mint ketrec, megint ki kell törni belőlük. Állandó küzdelem van a szabadság megnyílása és ránk zárulása, és a belőle való szabadulási kísérlet között. Mi köze ezeknek a mondatoknak, akár a magyar tudomány számhoz, illetve ezeknek a köteteknek a megjelenéséhez. Ugye a szabadság és Hankis szétválaszthatatlanul fonódnak össze, minden kötete, minden írása a szabadságról szól. Ez a szabadság, ami magától értetődően mutatkozik meg gyakorlatilag a teljes életművében, és egyáltalán a világhoz, illetve és ezen belül a világ darabkáihoz való viszonyához. Ilyen kis világdarab, ha úgy tetszik, a tudomány, mint olyan, amelynek a jegyében és nevében a magyar tudomány külön számának az írásai is születtek. Hankis, ugye itt az egykor kiadott kötet címe az, hogy címe, a Hankis 8 van, és egy kérdőjel, akkor egy szerkesztői ötlet, Misztivesz professzor, mint szerkesztő ötlete volt ez, valóban egy játékos ötlet, hogy nagyjából 8 tudományterületen tevékenykedett Hankis Elemér. Amikor itt a magyar tudomány külön számnak a dolgozatait végigolvastam, és gondolkodtam rajtuk. Aztán meg hozzáolvastam Hankisnak az úgynevezett irodalomtudományi munkásságát, az úgynevezettet mindjárt értelmezni fogom, nem tiszteletlen szeretnék lenni vele. Tehát amikor elolvastam ezeket a munkáit, akkor azon kezdtem el töprengeni, hogy nincs 8 Hankis, egyetlen Hankis van. Az a Hankis, aki a strukturalista Hankis, tudnélik bármely tudomány ágra
a téved nagyon rossz szó lenne. Bármely tudományákhoz nyúl, fogalmazzunk így. Tehát bármely tudományákhoz nyúl, bármely tudományákban szólal meg látszólag, valójában itt nem elsősorban ez a tudományág érdekli. Éppen ezért azt gondolnám, és ebben megerősítenek a magyar tudományban közül a dolgozatok, tehát abban a meggyőződésemben, hogy nincs annak különösebben értelme, hogy azt latolgassuk, hogy adott tudományágon belül hang és elemér mit tett le az asztalra. Tehát, hogy megszámoljuk azt, hogy hány tudományos közlés, hány szerkesztett kötet, és így tovább. Tudnék, hang és ez a szilárd meggyőződésem, mint strukturalistát nem az egyes elemeknek a mélységei teljes megismerése érdekelte, hanem sokkal inkább a rendszer működése. Tehát az elemeknek az egymáshoz való viszonya, és annak a törvényei, hogy az elemek miképpen képesek egymás mellett egymással, vagy akár egymás nélkül működni. Ez nyilvánul meg gyakorlatilag valamennyi úgynevezett tudományákban, és akkor az iménti úgynevezett magyarázatát is ekként haladjam, hogy azt mondtam, hogy úgynevezett irodalomtudományi szakmunkák, jóval többek ezek nyilvánvalóan, mint irodalomtudományi szakmunkák, olyan fajta módszertani segédletek tulajdonképpen, amelyek bármely tudományákban bőven-bőven használhatók lennének. Most, hogyha végignéznénk, ahogy fenyegetőztem azzal, hogy fogom olvasni a tartalomjegyzéket. Tehát, hogyha végignéznénk itt a tartalomjegyzéket, akkor valóban olvashatunk itt írást építésztől, olvashatunk írást történésztől, olvashatunk írást fizikustól, tehát biológustól, tehát az úgynevezett tudományágaknak szinte minden területe megszólal a kötetben. A közös nevező az nyilván hang és elemér, illetve az, ahogy a szerzők viszonyulnak hang és hoz személyesen is, illetve az életmű egészéhez. Valamennyi íráson, ami ebben a kis kiadványban megjelenik, valamennyi íráson részint átüt az a szeretet és tisztelet, ahogy ők hang és eleméhez viszonyulnak, akár személyesen, akár csak az életművet ismerve. És ami igazán szépé teszi ezeket az egyébként persze, hogy száraz szaktudományos írásokat. Ami igazán szépé teszi, az pedig az alázat és tisztelet, hogy hang és elemér életműve felé fordulnak ezek az írások. A szerzők nem akarnak kritizálni, nem akarnak tovább gondolni, nem akarnak forradalmasítani, gondolkodni szeretnének mindössze. Gondolkozni azokon a nyomvonalakon, amelyeket hang és munkássága jelölt ki a számukra, és amely nyomvonalak szépen illeszthetők, illeszkednek az egyes tudományágakra. Azt gondolom, hogy az intézetünk a felsőfokú tanulmányok intézete számára szimbolikus magának ennek a kötetnek a megjelenése, amiképpen az iménti emlegetett hang és emlékkönyve is, hiszen a az intézet munkatársainak egy olyan együttes megmutatkozási lehetősége, amelyre eddig nem volt példa. Részint pedig a tekintetben is szimbolikus, hogy képes ez a kötet jelezni azt a viszonyt, ahogy az intézet egészen hang és elemér életműve és munkássága felé fordul. Tudnék, és akkor visszatérve lassan zárásként a nyitó metaforához, tehát ez a lineáris, kissé szomorkás és nagyon megható és nagyon felemelő történet, ezzel a kötettel jutott el arra a szintre, ami már a kultuszápolás, építés és ápolás kategóriájába is tartozik. Tehát a köszöntő, az emlék kötet után a magyar tudomány külön száma egy olyan összeállítás, amely immáron arról beszél, hogy mit kezdjünk hang és elemér életművével, mert hogy hang és elemér életműve követeli azt, hogy kezdjünk vele valamit. Úgyhogy ha professzor megengedi, akkor nagyon szépen köszönöm a kötet szerzőinek a szíves részvételt ebben a munkában, és még egyszer Falus András főszerkesztő úrnak, és külön Majoros Klára olvasó szerkesztő asszonynak azt a gondosságot, szakmai figyelmet, amit ez a kötet kaphatott. Köszönöm szépen, és tisztelettel ajánlom figyelmükből a kötetet. Igen, ez egy kolog. Tehát most, amit most hallani és látni fognak, vagy fogtok, az gyakran előfordul, nem pont ebben a felállásban Kőszegen, de örülünk, hogy most nem egymás között vagyunk, csak kicsit féltünk, hogy eljövünk Budapestre, hogy egymás között meg jót beszélgessünk. Nem rossz az se különben, a hely szelleme azért az megérdemli. De akkor hadd vágjunk bele, rögtön kikezdi Attila. Pók Attila, igen. Én készen állok mindig a váratlan feladatokra. Először csak a Péter bemutatóra reagálnék, hogy
igazat megvallom, én sose avval próbálkozom, hogy minél unalmasabb és minél szárazabb szöveget írjak. Én szerintem a tudományosság és az unalom az nem szinonimák, tehát anélkül is lehet. Én ebben próbálkoztam akkor is, amikor arról írtam, hogy mit tanulhattak volna a történészek Hankis Elemértől. Hogyha most divatos citációs indexeket nézzük, akkor bizony Hankis Elemérnek, hát bizony nem lenne könnyű dolga, amikor az évi beszámolót el kell készítenie, mert ugyan a magyar társadalom... Ha történészeket akarna fölmutatni, igen, a citáit. Mert a magyar társadalom legkülönbözőbb rétegeire, százezres, mondhatni milliós nagyságrendben hatott, de az a fajta minúciózus, tudományos rendszeresség, amit egy citációs indexben elvárunk, az rá nem volt jellemző, de ezt nem is igényelte. Az ő célkitűzése ennél sokkal tágabb volt. Ő nem a saját bibliográfiája számára termelte a műveket, hanem a társadalomnak próbált valamit mondani. Nagyon érdekes, hogy pályája elején, irodalomtörténész korában kifejezetten történészi munkával is indult, hiszen az Anglia az új világ, az újkor küszöbén című Makai Lászlóval együtt készített munkája kifejezetten történeti munka, és ehhez kapcsolódik a Spectator című angol folyóiratból készített válogatása. Ez egy nagyon-nagyon színes, mondjuk a mai világban talán az Economisthoz lehetne hasonlítani, hogyha minden nap megjelenne az Economist, de csak másfél-két évig, ez az 18. század elején történt, és a szerkesztőknek ez a rendkívül széles, Edisonnak és Steelnek ez a rendkívül széles látóköre, ugyanakkor mindig középre tartó magatartása nagyon vonzó lehetett Hankis Elemér számára. De vajon miért nem fogadta be sokkal jobban a történettudomány Hankis Elemér? Valószínűleg azért, mert mint más területeken ő is előbbre járt. Én azt hiszem, hogy megkockáztathatom azt a feltételezést, hogy őt egész életében egy nagy probléma érdekelt, és ez a Hamlet probléma volt. Az első nagy munkája Hamletről és Hamlet utóéletéről szól, és ő azt a sajátos viszonyt próbálta megjeleníteni, hogy a lélek rezdülései hogyan kapcsolódnak a társadalom mozgásához. Tulajdonképpen ez érdekelt őt irodalomtörténészként, ez érdekelt őt szociológusként, értékszociológusként, filozófusként, antropológusként is. Amikor még egyáltalán nem volt divat az érzelmek történetéről írni, akkor anélkül, hogy ezzel újabb aldisziplinát indított volna a történettudomány történetében, ezt már megtette. És az a szisztéma, amit ő felállított, és az egyetlen, amit idéznék, a magyar társadalom 20. századi értékrendszerének a típusairól, valahogy elment a történészek fölött. Azt mondta, hogy négy nagy értékrend jellemzi a 20. századi magyar társadalmat. A hagyományos keresztény értékrend, ami azt sugallja, hogy inséges élet mellett is lehet hittel, reményekkel teljes életet élni. A 16-17. Században kialakult puritán felhalmozó értékrend, a fogyasztói hedonista értékrend, végül pedig a 19. és kora 20. század munkásmozgalmainak értékrendje, amely az adott társadalom megdöntésére és egy új társadalmi rend felépítésére mozgósít. Most ezt lehet elfogadni, lehet nem elfogadni, de ez egy nagyon jó viszonyítási alap lehet, ami azt hiszem, hogy az értékek történetvel foglalkozó történészek számára inspiráló lehet. Sajátos módon nem kapott történészek között legalább citációs indexen dokumentálható visszhangot a Kelet-európai Alternatívák című, a rendszerváltás idején írt könyve, amiben pedig egy nagyon jó fogalmat vezetett be, a társadalom szocialista elvek jegyében történő demobilizálásának a fogalmát. Én azt hiszem, ez is egy olyan fogalom, amit nagyon jól lehet különböző társadalma, a magyar társadalom különböző korszakainak a bemutatásakor használni. És az záró gondolatom pedig az, hogy azért is hatottak annyira a munkái, mert minden sorából és minden gesztusából, minden mozdulatából sugárzott az,
hogy számára nem téma, egy kutatási téma az, amivel foglalkozik, hanem a saját és a magyar társadalom élete összefüggéseiben. Köszönöm szépen. Nagyon, nagyon szépen köszönjük. Csepeli professzor úr. Tessék itt egy bármilyen. Igen, én szeretem magamra a Bakonyi Péternek a megállapítását. Szerintem nem arról vagyok híres, hogy hosszan és unalmasan szoktam a semmiről beszélni. És ebben az esetben egy fantasztikusan érdekes feladatot kaptam, ugyanis mindkét kötetben volt alkalmam írni, ebbe a vastagba is, meg a másikba is. És a kettőnek a együttes olvasata voltak éppen azt mondatta velem, és ezt újra kimondom, hogy igen, egy hang is elemér volt, kétségtelenben egyetértek Bakonyi Péterrel, de az egy hang is elemér, ez fantasztikusan változott. Mondhatnám úgy, hogy fejlődött, de ez a fejlődés nem abban a Gyuri által elítélt progresszivista szempontból értelmezendő, hanem ontológikusan értelmezendő, vagyis egyik fázisban átlépett egy másik fázisban, mindegyik érett fázis volt. És tulajdonképpen a mi feladatunk az, hogy tovább lépjünk, mert Hankis Elemér élete ilyen értelemben nem ért véget. Mindjárt elmondom, hogy miért nem. Azért nem, mert ugye elkezdte, nem mondom el a teljes menetrendet, de hát nyilván tudjuk, hogy irodalomból indult, átment a szociológiába, aztán utána végül is hát kikötött a létnél, sőt a léten túl a teológiánál. Na most ez egy csodálatos pálya, olyan csodálatos pálya, amit mindenkinek ajánlok, hogy próbálja meg befutni, és próbálja meg követni Elemért, de úgy, hogy előtte bejárja az ilyen megelőző állomásokat. Na most a következtetés, amit én levonok ebből, hogy ez a fantasztikus fejlődés, amit Elemérnek az életműve mutatott, ez valóban nem nyerte el azt a recepciót, amit azok a bizonyos szorgalmas semmitmondó iparosok, akikről Bakonyi beszélt, akiket ugye Nietzsche antikvárius tudósoknak vagy történészeknek nevezett, elnézést nem rád gondolt. Azoknak ugye, ha belemegyünk az MTMT-re, most direkt megnéztem az MTMT-t, akkor olyan magas a hírsindexük, hogy csillagoség, 50-60. De a Elemének 3. Na most a hírsindex esetében a 3 az egy undergraduate egyetemistának a teljesítménye, aki elhelyezett egy-két írást a Kalics híradóban, meg a, nem tudom, a Oregon News-ba. De ilyen értelemben véve látni való, hogy itt egy hatalmas diszkrepancia van a között, amit úgy általában konvenciósan tudománynak neveznek, és a között, amit gondolkodásnak neveznek. És Elemér a gondolkodáshoz nyúlt oda, azt az antik hagyományt folytatta, amely 2600 évvel ezelőtt mondjuk Anaximandosszal és a perszokratikusokkal kezdődött. És ezen az úton őt követni, az nem volna kis teljesítmény, és szerintem fogjuk tudni, az egész intézetnek a szellemisége azt mutatja, hogy hatodik haszakad ezen az úton kell tovább menni. Még egy utolsó dolog, hogy én voltak éppen mit is tanultam Elemértől, én nagyon korán kerültem vele kapcsolatba, közvetlenül az egyetem elvégzése után, és amit én tanultam tőle, az ugye én elsőlegesen nemzettudati problémákkal foglalkoztam, meg foglalkozom most is, hogy ez a fantasztikus érzéke, hogy meg tudjon fejteni dolgokat. Ő ebben volt nagy, hogy megfejtsen dolgokat, de nem csak úgy, ahogy a nélik a keresztredényt fejtik a vonaton, és utána görcsösen veszik a következő fülest, hanem azért, hogy amit ő megfejt, az számomra valami üzenetként hasson, hogy én is menjek tovább, és én próbáljak valamit megfejteni, és én tőle tanultam ezt a dolgot, hogy a magyar nemzeti tudat az egy megfejtendő rejtvény. És ennek a rejtvénynek még a megfejtésén nem vagyok túl, ígérem, hogyha túl leszek, akkor majd egy könyvben, legalábbis ameddig elértem, azt nyilvánosságra fogom hozni. De ez egy csodálatos dolog, hogy az identitás, ami a mi esetünkben ugye a nemzeti identitást jelenti elsődlegesen, az Elemér számára nem egy végleges, nem egy adott konstans változója volt az emberi létnek, hanem egy feladat, amin állandóan törni és törni kellett a fejünket, és életlenben véve azt hiszem, hogy ő köztünk maradt, és hála Istennek, hogy köztünk maradt. Isten értesse. Palánkai professzor úr. Köszönöm szépen a meghívást, és kicsit zavarba vagyok itt a brilliáns értékelések után kell beszélnem Hankis Eleméről. Nehezen tudok ehhez sok mindent hozzátenni. Számomra is a barátság Hankis Eleméről nagyon fontos volt. Talán azt mondhatom, hogy több volt, mint barátság. Egy kicsit számomra tanító volt, mesélő, felvilágosító, olyan valaki, akitől tanulni lehetett, akitől érdemes volt tanulni. És amit elmondott, azt
nem csak bölcsen, okosan mondta el mindig, hanem szépen emelkedettem. És ez egy nagyon olyan tulajdonsága volt, ami közel hozta hozzám. Nem volt hosszú barátságunk, de nagyon sok érdekes beszélgetésünk volt, és itt többek már utaltak rá, hogy sajnos ezek a beszélgetések nem fejeződtek be. Visszatérek majd, én egy kis kitérőként itt fölemelnék egy könyvet, ez az European Union What is Next? Egy héttel ezelőtt pontosan egy könyvbemutatón vettem részt Olmützbe. Ez a Cseh Köztársaságban van. Én Csehországot mondtam, de a helybéliek rögtön kijavítottak, hogy ez nem Csehország, hanem Morvaország, ahol a Cseh Köztársaság csak stimmel csak. És hát ez több évvel ezelőtt, nagyon sok európai országból szerepel ebbe szerző, több évvel ezelőtt kezdtük el írni. És hát tulajdonképpen a könyvbemutatón az egyik téma az volt, hogy na hát ahhoz képest hogy vagyunk, és hát azt kellett mondani, hogy rosszabb a helyzet, nagyon, nagyon nem hát bátorítók a dolgok. Igaz, hogy Európának megvan a potenciálja, akár intellektuálisan, tudományosan, újításban, vállalkozásban, pénzben, viszont hiányzik valami, ez a politikai akarat, a politikai együttműködés, és hát ez bizony súlyos probléma megakadályozza, hogy tulajdonképpen azokat a nagyon súlyos problémákat, reformokat hát meg lehessen oldani. Itt nagyon sok deficit van. Én egyre visszatérnék, ugye Gyuri is és Feri is fölvetette, ez a, hogy mi kimaradtunk a dologból. Tehát, hogy tulajdonképpen van egy Európa modell, amit igazából mondjuk meg őszintén, hogy a hatokra szabták. Már nem is annyira kilencekre. Ugye a közös agrárpolitikát veszem, akkor ez tipikus, az angolok nagyon joggal morogtak ellene, és tulajdonképpen lenyomták az angolok torkán ezt a problémát, hát természetesen bizonyos kompromisszókkal. A dolog lényege az, hogy valóban az történt, hogy ennek a 10 vagy nem tudom hány országnak, ami ugyan csatlakozott az elmúlt 15 évben, ezeknek a problémáit nem vették figyelembe, és ennélkül bármilyen reform, ezt nem akarom hencegni, ezt le is írom, tehát nem lehet elképzelni másképpen Európába tovább lépést. Én egyébként egyetértek a More Europe-al, bár sokkal inkább jobb, ha a Better Europe-ról beszélünk, mint a More Europe. Nem biztos, hogy nem pontosan van megfogalmazva, hogy miről is szól ez a Better Europe. Na most, hogy vissza, hogyan jutok vissza Hankishoz? Tulajdonképpen az egyik nagy probléma, az egyik nagy deficit a tudás. Deficit Európával kapcsolatban, a közvéleményben, és meg kell mondani, hogy a politikusokban, és vezető politikusoknál is a tudatlanság, a negligencia, és a Brexit erre nagyon kitűnő példa jellemző. Folyik egy, azt kell mondani, hogy háború, ez a tömegbutító fegyvereknek az alkalmazása, a közvélemény befolyásolására, és bizony ez benne van a reformokkal kapcsolatban, reformokat akadályozó problémáknál. Egyébként itt a Gyuri említette ezt a New Nationalism, az egyik ilyen vonulat, ez valóban nagyon, nagyon zavarosan, vagy nehezen megfogalmazható irányzat, de tulajdonképpen erről szól a populizmus, a szélsőséges nézeteknek a megjelenítése, és tulajdonképpen visszafordulása annak a ugye neofunkcionalizmusnak, ahol volt a spillover, tehát hogy egyik lépésről jött a másik. Most ugye jön a posztfunkcionalizmus, amikor ugye kiderül, hogy
sokat kellemetlenül érint, erre följön a elutasítás, a fölháborodás, és akkor populista politikusokat választanak meg, ami tulajdonképpen egy backlash-t indít el. Na most, Hank is valóban ebbe a többet tudásban volt számomra példakép. Ugye ő nagyon jó tudta, hogy a bizonytalanság kora, amiről ő beszélt, az bizonyos mértékig nem bizonytalanabb, mint 100 évvel ezelőtt volt. Ma sok szempontból nagyobb biztonságban élünk, de az egy kicsit ez a jámbor tudatlanságnak a biztonsága volt való, ez a benign negligence-nek a jellemzője, hogy többet tudunk, egyre inkább rájövünk, hogy egyre kevesebbet értünk meg, és számomra Hank is üzenete ilyen szempontból fontos, hogy az a kitartás és az a magas intellektus, amivel törekedett arra, hogy megismerjük a világot, abban számomra példakép volt. Nagyon köszönjük. Menjünk tovább vissza az irodalomhoz. Hűsza Balázs. Tehát, hölgyeim és uraim, irodalomról lesz akkor szó ebben a 4-5 percben. Önök itt most az Akadémia könyvtárában vannak. Arany Jánosról már hallottuk, hogy Hankis Elemér kedves költője, egyik kedvenc költője volt. Én Arannyal szeretném kezdeni és Kosztolányival befejezni a másik kedvenc költőjével. Mit gondolnak önök, hogy Arany Jánost miért nem engedték nyugdíjba menni főtitkári állásából? Tulajdonképpen a strukturalizmusról fogok beszélni, amely Hankis Elemér gondolkodásának, mint hallhattuk, legfontosabb mozzanata volt talán. Gazda István hipotézisét szeretném idézni. Ebben az épületben tehát, illetve az akadémia épületében dolgozik Arany János, mint főtitkár. A hagyatékban legalább 6 olyan kérvény maradt fönn, amelyben kéri a nyugdíjaztatását. Azonban nem engedik nyugdíjba menni, vajon miért? Azért, mert, Gazda István hipotézise mondom, nem én találtam ki, akkor, amikor ő nyugdíjba akart menni, újították föl az akadémia épületét, pontosabban akkor vezették be a központi fűtést az akadémia épületébe, amelyben volt nagy terem, kis terem, WC, ruhatár, díszterem, stb. És az akadémikusok között egyetlen ember volt, aki átlátta a lemenővezetékek, a felmenővezetékek, a radiátorok nagyságának, és ez Arany János volt. Tehát ezért nem mehetett nyugdíjba Arany János. Hadd meséljek el még egy kis történetet, de kérem szépen, hogy legyenek szívesek az elején látott filmre gondolni, mégpedig arra a mondatra, amelyet valahogy így fogalmazott Hankis Elemér, hogy a kertben mindig rend van. Néhány évvel ezelőtt Jordán Tamással és a Sebbe Együttessel volt alkalmam Erdélyben előadásokat tartani, többek között Marosvásárhelyen, a Bolyai Gimnáziumban. Sebbék énekeltek, Jordán Tamás verset mond, én pedig beszéltem egy kicsit a versekről, volt vagy 200 gyerek, és azt mondom nekik a végén, gyerekek, két dolgot jegyezzetek meg, és akkor nekünk megérte 1000 kilométert utazni. Az egyik az, hogy irodalom nélkül lehet élni, csak nem érdemes, ugye Nietzsét kicsit átfordítva, aki ezt a zenéről mondta, ezt megjegyezték, és mondom, a másik, de ezt csak jövőre fogom elárulni, mert minden évben mentünk 5-6 éven keresztül, így hangzik, a versben mindig rend van. Vége lett az előadásnak, megtapsoltak bennünk, és lejöttünk, egyszer csak jön egy diák küldöttség hozzám, 5-6 gyerek, Vajda Boróka, mint később megtudtam, nevű kislánya a szóvivőjük. Tanár úr, ne tessék haragudni. Szeretném megkérdezni, hogy nekem el tetszene mondani, hogy mit jelent az, hát ha jövőre nem tudok eljönni az előadásra. Szóval addig, amíg 17 éves gyerekek így gondolkodnak, hogy a versben mindig rend van, gondolatot, ők nem tudnak úgy hazamenni, hogy erről ne legyen mélyebb tudomásuk, addig van remény. Én azt hiszem, hogy Hankis Elemér ezt a fajta gyermeki kíváncsiságot képviselte a tudományban, és a tudományban általában nem illik a gyermeki kíváncsiság. Az igazi nagy tudósok mindig rendelkeznek ezzel a gyermeki kíváncsisággal. Azt hiszem,
hogy amikor Hankis Elemér nyomán jó magam is tettem egy játékos kísérletet arra, hogy a populáris kultúrát kapcsolatba hozzam az irodalom tanítással, és elkezdtem vizsgálni az autóreklámok poétikáját, és ilyeneket találtam, hogy például vajon kiadta el a legtöbb Suzukit Magyarországon, természetesen Petőfi Sándor, ezzel a szlogennel árulták, ugyanis egy időben a Suzukit, hogy szabadság, szeretem. Márai Sándor Toyota reklámja pedig így hangzik, egy tökéletes polgár vallomásai. A Toyota Avensis típust árulták ezzel egy időben Magyarországon. Úgyhogy amikor arról beszélünk, hogy Hankis Elemért eltávolították a magyar irodalomtudományos életből, 1970 körüli időkről van szó, akkor tulajdonképpen a Wallerstein-féle centrum-periféria gondolatnak egy oldalágát, vagy annak egy mozzanatát élhetjük meg, hiszen ma már tudható, hogy Kolozsváron, Újvidéken, tehát a Budapesttől távolabbi magyar tanszégeken korszerűbben működött az irodalomtudomány, mint a Tudományos Akadémia Irodalomtudomány Intézetében, ahol a strukturalizmus valóban idegen testet képezett. És ezért Hankisnek távoznia kellett. Magyarul valami olyasmit szeretnék mondani, hogy ő a perifériát képviselte a centrumban. Tehát azért marginalizálódott, nézetem szerint az irodalomtudományban is mindaz, amit ő képviselt, mert hogy mást gondolt. Miben rejlik ez a másság? Igen, azt hiszem abban, hogy a versben mindig rend van, a kertben mindig rend van, gondolatot képviselte, hogy egy híres kőszegi szerzőt idézzek. A rendezetlen dolgok bármilyen megszokott formájú elrendezése, a dolgok lényegének elfedése. Ottlik Géza. Tehát a rendezetlen dolgok bármilyen megszokott formájú elrendezése, a dolgok lényegének elfedése. Azt hiszem, hogy Hankis Elemér létezésének, gondolkodásának lényege, legalábbis szerintem ez volt, hogy soha nem engedte a dolgokat a megszokott medrükben folyni, és a megszokott rendjükbe visszafelé tartani, hanem mindig kereste ennek a rendnek az alapstruktúráját. Ezért tehát befejezésül azt szeretném mondani, hogy szerintem a nyelv a kulcsa Hankis Elemér legalábbis irodalomtudományi munkásságának, de talán egész munkásságára is szimbolikus értelemben ez kiterjeszthető. Azt kereste, hogy milyen nyelvek, jelek, jelrendszerek vezethetik el az egyik embert a másik emberhez. És mint Pusztai János professzortól tudjuk, 100 év múlva kb. 50 nyelv lesz a világon. A magyar nyelv ezek közül most a 40. helyen áll, tehát kicsit billeg a léc. Hankis Elemér olyan emlékoszlopait, emlékműveit állította föl a magyar nyelvnek, amelyek viszont dacolnak az idővel. Úgyhogy kedves Kosztolányi, amikor ezt írta a hajnali részegség végén, akkor talán Hankis Elemérre is gondolt, és Hankis Elemér is gondolt Kosztolányira, amikor újra és újra szeretve, tisztelve írta 12 soros verséről is egy 40 oldalas tanulmányt, hogy szerintem igen, idegen volt egy másik bolygón, mert vendég volt. Mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Köszönöm a figyelmet. Katalin, nagyon szerényen elmaradt a... Nem akart a férfiak, unalmas férfiak társaságában mutatkozni, de egy fantasztikus dolgot csinált, hogy kutatóként elment a Magyar Rádió archívban, nála jobban senki nem ismerhetett, és képes volt olyan Hankis Elemér hangszalagokat megtalálni, aztán reparálni is, amiben rengeteg tanulság következik, az elmondottakat ez jó kiegészíti. Katalin... Köszönöm szépen. Reparálni sajnos nem sikerült, mert az nem az én szakmám. Összeragasztottál valamit, nem? Nagyon sok mindent összeragasztottam, mert szét akart hullani, és erre nem térnék ki, mert ez órákba tellene. Hát minden esetre azt a megtisztelő feladatot kaptam Miszlivec Feriéktől, hogy a Hankis munkásságot, a rádiós munkásságát kutassam meg, hogy úgy mondjam. És hát azt kell mondjam, az itt hallottak függvényében is, hogy mindenképpen csonka lenne a Hankisról szóló valamennyi leírás, beszámoló, etc., hogyha nem tennénk hozzá a rádiós munkásságát. Feri tudja, és talán már mások is, mert sok mindenkinek elmondtam, hogy én Hankis Elemért nagyon régről ismerem, mert debreceni vagyok, mint ő, tehát a nevével már 3 éves koromban tisztában voltam. A Jánost személyesen ismertük, Hankis Ilonka tekintettel arra, hogy operarajongó vagyok, 3 éves korom óta nagy hatással volt rám, tehát a családot ismertem, de hát azon kívül, hogy Hankis Elemér néhány könyvét olvastam, az összegészét azt egyáltalán nem, meg
ugye nagyon sok kollega megszólaltatta őt a rádióban, de amikor találkoztam ezzel az életművel, akkor és itt most az általam nagyon kedvelt, de ő nem tudja, nem is kell neki tudni, Kró úrral annyiban vitatkoznék az akadémiát illetően, hogy a szemlélet, amit ő képviselt, ugye tetszett volt mondani, hogy nem tudta áttörni az akadémiai falakat. Nos, az én véleményem szerint, ami természetesen egyáltalán nem autentikus, azért nem tudta áttörni a Hankis Elemér munkássága az akadémia falait, mert a mai emberek nem tűrik el, hogy valaki polihisztor, hanem azt ki kell vetni magunk közül, mert ezek a részekre szabdalt tudományok ugye azt követelik meg, hogy te ennek a szakértője legyél a másiknak, ha már véletlenül valamit mondasz egy másik tudományról, és esetleg az örökérvényű mondat, az se jó, mert te mondod, mert te annak, szóval nem lehet polihisztor valaki. És én úgy gondolom, hogy Hankis egy polihisztor volt. Tetszik ez valakinek, vagy nem? Az biztos, hogy a napjainkban, ebben a korban a polihisztoroknak nem nagyon terem a babér, nem ismerik el őket. Ez az ember egy olyan volt. A rádiós munkásságáról mondjuk órákat tudnék beszélni, de nagyon röviden csak annyit, hogy ami a mai napjainkból bizony rendkívüli módon hiányzik, hogy minden a munkásságának minden mozzanatával az erkölcsre koncentrált. Tehát arra, hogy bizonyos emberi magatartásformák, cselekedetek, stb. Azokat erkölcsileg milyen módon és hogyan kell megítélni. Így aztán óriási hagyatékot hagyott hátra a tekintetben is, hogy azt mindannyian tudjuk, ezek időnként változó dolgok, hogy egy-egy rádió műsor, bárki szólaljon is meg benne, több embert elér adott esetben, mint egy bármilyen nagyon jó könyv, főképp a tudományos életben. Tehát ha valaki a rádióban nyitogatja az agyakat, és próbál új gondolatokat becsempészni, akkor ott nagyobb hatást ér el, mint hogyha ezt könyvben megírná, hazaviszi valaki, azt elfelejti elolvasni. Tehát ez a mai kornak egy ilyen jellemzője. És azzal, hogy ő olyan erkölcsi mintákat adott, nagyon sokan nem tudják, hogy ő maga írt olyan szituációs játékokat, amelyek elhangozva, jól eldugva a Petőfi Rádió fene se tudja, hogy hány órai adásai van, bár az le van írva a kutatásban, hogy melyik hány órakor hangzott el. Na szóval, hogy olyan erkölcsi dilemmákat fogalmazott meg, és írt meg rádiójátékszerűen, mert hogy ehhez is volt tehetsége, színészek adták elő ezeket a dolgozatait, és utána mindig jó nagy ilyen 10-20-25 fős mintákat nem szokás a rádióban összegyűjteni, mert már ez majdnem egy színházi közösség. Tehát ő összeszedett mindenféle ilyen embereket, a foglalkozások, azt hiszem, hogy statisztikai átlaga is olyan volt, ami reprezentatív, és akkor megkérdezte tőlük, hogy mit gondolnak abban az esetben az adott erkölcsi dilemmáról. Na most akkor, hogy haza is vigyenek valamit, egy példát mondok, és el lehet gondolkodni, mert akkor, amikor ő ezt előtárta, és a 20-25 emberrel jól megvitatták egy-két órányi terjedelemben, akkor ő mindig minden tekintetben erkölcsileg válaszolt arra, hogy most ki mit gondoltát, hogy ezt egy embernek hogyan kellene megítélni. Négy mondat, tessenek majd hazafelé mellett elgondolkodni róla. Azt mondja, az egyik van 32 egyébként. A vita alapjául szolgáló példázat arról szólt, hogy súlyos árvíz pusztít egy vidéken. A víz közeledik, egy család bezáródik a házukba. Csónak nincs, amivel menekülhetnének. A nő apjának, a nagypapának van 2 darab csónakja, de ő, mármint a nagypapa, már 2 esztendeje nem áll szóba a vejével. Némi családi vita után a férj mégis átmegy az apóshoz, ám az nem adja oda a nagy csónakot, mert amikor a nagymama halálos beteg volt, akkor a vej nem segített. Tehát ilyen kis családi konfliktus. A férj ezek után ellopja a nagy csónakot, ott hagyja a kisebbet, mert az lyukas, és pár óra múlva kiderül, a rosszabbik csónakban menekülő nagypapát elvitte az ár és meghalt.
És akkor utána fölteszi ugye az embereknek, akik ott üdögéltek és hallgatták ezt a történetet, majd mellesleg, vagy csepecsen mellesleg szólva nagyon-nagyon jó színészek előadásában, fölteszi a kérdést az embereknek, hogy ők hogy viselkedtek volna. Na hát innentől jönne a szociológusok eldorádója, mert akkor aztán elemezhették, hogy ugye melyik ember hogyan szólt hozzá ehhez a problémához, de egyetlen egy, amikor ő aztán lezárja, számomra még azért is rendkívül rokonszenvesen, mert sose volt nagyképű ez az ember. Ez mindig ilyen nagyon-nagyon szolidan, szeliden, így pacekba ott annak a 25 embernek így kijelentette, hogy kérem szépen, nagyon veszélyes útra lép az a társadalom, amely, hát szóval, hogy is mondjam, nem veszi azt figyelembe, hogy az élet abszolút és sérthetetlen. És akkor innentől kezdve még inkább kibontakozhat egy vita, hogy mit jelent az, hogy abszolút, mit jelent hogy az, hogy sérthetetlen. És ha valaki meghallgatja ezeket a műsorokat, amik egy-két óra terjedelmiek, attól függ, hogy éppen milyen a sztori, akkor arra jön rá, hogy ez az ember mindig tovább görgette azt az erkölcsi problémát, mindig sikerült a méregfogát kihúzni a vitának, és ebben áll meg a fogalmazási képességében, meg a polihisztorságában, hogy mindig megtalálta az emberek között a megoldást. Soha nem volt az általam meghallgatott, a fene tudja mennyi, mert le van írva a kutatásba, ilyen rádióműsor alapján, levonhattam azt a következtetést, hogy soha nem volt olyan végeredmény, hogy valaki is kellemetlen szájízzel, vagy esetleg veszekedve, vagy sértődötten hagyta volna el nem a pódiumot, hanem a mikrofon mögötti ilyen meg olyan helyeket. Úgyhogy nekem nagyon nagy élmény volt, a Ferinek elmondtam, hogy megkövetem a sorsot és a jó Istent, hogy csak egy-két könyvet olvastam, azóta mind megvan. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyszerű, és hát valószínűleg fogjuk tudni használni a következőkben, a képzésben, oktatásban, erre majd a beszélgetéssel vissza lehet térni. Most Fejéri Tamást kérném meg, hogy szólnak meg az építészek, műemlékvédők és barátok. Köszönöm szépen. Egyáltalán elfogadott vagyok, ugye, hogyha most nem a Kőszegi Intézet egyik kutatójaként lennék itt, akkor mondanám, hogy én vagyok a kakukktojás ebbe a csoportba, de Kőszegen ilyen nem lehetséges, mert annyira multidisziplinális, hogy mindenki helyben van. Rám is vonatkozik ugye az a dolog, hogy ne hadarj, úgyhogy megpróbálok. Tessék internet, túl gyorsan beszélnék. Tehát ahogy Mészlőhez tanár úr mondta, igen, építész vagyok, illetem hivatásom a műemlékvédelem, a műemlékek történetekben a foglalkozás, itthon és nemzetközi együttműködésben. De nem róla van szó, hanem Hankis Eleméről. Hát ez az élet nagy ajándéka számomra, ez is összefügg Kőszeggel, mint ugye minden korombéli ember természetesen tudtam én is mindig, hogy ki Hankis Eleméről, ezt nem lehetett nem tudni. De hát személyesen találkozni vele, sőt, ahogy itt írom ebbe a kis szösszenetbe, ebbe az írásba, gyakorlatilag én utitársa voltam Hankis Elemérnek néhány éven keresztül Budapest-Kőszeg és Kőszeg-Budapest között, nem mindig, de időnként. Elemér, mint személy, egy fantasztikus élmény volt számomra, és azt nyilván mindannyian tudják, akik itt vannak, és többé-kevésbé ismerik Hankis Eleméről, hogy az építészet így par excellence célzott módon nem foglalkozott, de ettől függetlenül sok fontos és érdekes dolgot lehet az írásaiból ezzel összefüggésben is megtudni és megtanulni. A helyzet az ugye, hogy a visszatérve a rendhez és a kis kertről szóló kis filmhez, igen, én azt gondolom, hogy ez a bizonyos rend az építészetnek a sajátossága. Egy Louis Kahn nevű, legalábbis a szakmában nagyon ismert amerikai építész egyenesen azt állítja, hogy az építészet nem más, mint a rendnek a kialakítása, a létrehozása. Hankis az írásaiban és ebben a közegben, ebben a mitológikus dimenzióban, az idegen világban, hogy az építészet pontosan egy nagyon fontos ilyen alkotó művészetnek tekinti. Érdekes, hogy őt a belső építészet, az alkotott terek érdekli legjobban, nem véletlenül. Ugye ez az a lehatárolás, ami az idegen világtól elválasztja az embert, és a szakrális és a nem szakrális építészet, vagy a profán építészet, vagy a profán alkotás közötti határ az, ami nagyon-nagyon érdekli, és nagyon izgalmas a számára.
De inkább nem erről beszélnék, mert ezt el lehet olvasni, amit leírtam, és nem olyan fontos talán, hogy pont melyik dolgok azok, amelyek a Hankisféle emberi jelenségben egy építész vagy egy műemlékes megragadnak. Ami sokkal izgalmasabb az, hogy Hankis elemén, mint személy, milyen hatást tudott és tud kifejteni. Itt többen elmondták, hogy tanított, meg hogy hogyan és miként működött. Nekem ő adott a néhány év, két vagy három év alatt, amíg ismertem őt, abszolút nem volt professzoros jelenség. Igazából úgy éreztem, hogy na, itt van az én idősebb testvérem, akivel jól tudok beszélni, aki azonban egy furcsa személy volt, mert Hankisra nem volt olyan értelemben könnyű beszélgetni, hogy nagyon nehéz tőle kérdezni. Állandóan ő kérdezett, a kérdése mögött időnként, nekem az a benyomás, időnként el is rejtőzik a kérdései mögött. Na most ez azért volt mégis nagyon jó, és nagyon felemelő és tovább gondolásra inspiráló élmény Hankis elemére beszélni, vagy beszélgetni, mert igaz, hogy ő kérdezett, de egyrészt érdekelte a válasz. Ami magában egy jó dolog, nem? Amikor az ember úgy kérdezik, hogy tényleg a válasz is érdekli a másikat, a másik pedig, hogy én életemben kevés, annyira hiteles személyiséggel találkoztam, mint Hankis elemére. Szerintem a hitelesség az a, és sokan megpróbáltuk őt leírni, vagy körülírni, hogy kilógott a sorba, nem tehető dobozba. Én szerintem a lényeg az egésznek az, hogy egy nagyon hiteles személy volt, egy reflektált személyiség, aki tehát mindent és mindennek az ellenkezést szépen átgondolta. Igen, bizonyára őt a nagyon érdekelték a válaszok, a partnereknek a válaszai. Mégis egy idő után kialakult bennem egy nagyon furcsa gondolat, amit most itt le is írtam, de most itt elmondok, és nem szentségtörésként, mintha Hankis egy kicsit félt volna attól, hogy megtalálja a végső választ. És nem azért, mert gyáva lett volna, hanem azért, mert úgy érezte, hogy ha már nem lehet kérdezni, akkor az borzasztó unalmas. Akkor mi az értelme az egésznek? Tehát kicsit így átfordult nála a dolog, hogy kereste a válaszokat, ezzel szinte mindenkit beindított gondolkodásra, nyilván saját magát is, és amikor meghallottam, hogy elemére elment, hát az egy teljes sok hatás volt számomra, mert úgy gondoltam, hogy még egy-két nagyon fontos beszélgetés visszavolna vele, ahol esetleg lehetne tényleg azt a bizonyos választ megtalálni. Nem azért, mert velem beszélget, hanem azért, mert ő Hankis elemér. Köszönöm szépen a figyelmüket. Szóval én abban a szerencsés helyzetben vagyok történészként, hogy Bokányi Péter leírásába azért nem passzolok bele, nem csak azért, nem is kell arról gondolkodnom, hogy unalmas vagyok-e vagy sem, ez egy mellékszál, de mi még a tudomány körébe sem írhatjuk bele, vagy nevezhetjük magukat tudósoknak sem történészek, maguk a történészek is bizonytalanok ebbe, mindenki más pedig egész biztos abban, hogy mi nem vagyunk tudósok. Egyszer Szatmári Őrs, aki most ugyan nincs itt, de ő is tulajdonképpen az intézet szellemi köréhez tartozik, beszélgetés során azt mondta, hogy ha szociológusnak képezni át magát, akkor lehet, hogy egy évet kéne ezen dolgozni, ha történésznek, akkor 0 percet, mert az egyáltalán nem igényel semmiféle erőfeszítést. Na most persze azért ezt a történészek ebben a formában visszautasítanák, de az tény, hogy mi olyan faktumokkal, amikkel a fizikusok, matematikusok büszkélkedhetnek, egy tálesztétel, pitagorasztétel, ezeket nem kell állandóan újra gondolni, ezt egyszer valaki kimondta, és azóta jól van, de még azt hiszem, a newtoni törvényeket se kell folyamatosan újra gondolni. A történt tudomány, vagy a történt írás, hogy konzekvens legyek, nem ez a kategória. A történt írás folyamatosan meg kell, hogy újuljon, azt hiszem, hogy ezzel Hankis elemér is maximálisan egyet értene, hogyha ezt hallaná. A 21. században ez különösen igaz Európában. Ugye gondoljunk abba bele, hogy a nemzet fogalma óriási nyomás alatt van. Bizonytalanok vagyunk abba, hogy mit jelent az, hogy nemzeti, mit jelent az, hogy transznemzeti. Ebben mi az egyes közösségek pozíciója. Nem beszélve arról, hogy Európa súlypontja tökéletesen átalakult az elmúlt 100 évben, és egyre drámaiban ez elmondható. Most már azért küzd, hogy bemaradhasson a centrumban, korábban ez fel sem merült. Tehát ebben a helyzetben a történészeket is természetesen számos kihívás éri. Az egyik ezek közül, hogy milyen módon próbáljanak az identitáshoz, a történeti identitáshoz valamilyen érvényes módon hozzájárulni.
Természetesen sok válasz van. Az egyik lehetőség az a lokalitás. Én nem arra a fajta lokális történetírásra célzok persze, amit Csernák Kálmán a maga idejében nagyon kiválóan művelt Kőszegen, amikor ugye megírta Kőszeg történetét. Az egyfajta helytörténetírás volt, most a 21. században természetesen más kell csinálnunk. Na most azon a bizonyos karácsonyon, a karácsonyi ünnepségen, amiről az előbb Miszlivec professzor úr beszélt, 4 évvel ezelőtt, szinte napra 4 évvel ezelőtt volt, amikor ugye Hankis utoljára beszélt nyilvánosan, akkor azért eléggé azt forszírozta azt a kérdést, ami kedvenc kérdés volt, hogy na jó, de mit csináltatok ti itt? Oké, itt voltatok akkor egy fél évig, mit csináltatok? És hát azóta eltelt újabb 4 év, tehát azt hiszem, hogy kell arról beszélni, hogy mit csináltunk. A beszélőházak egy olyan program, kutatás, amit tulajdonképpen az ő nyomán, az ő inspirációjára néhány hónappal később találtunk és kezdtünk el. Beszélőházak, hangzóváros. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy próbáljuk azt megnézni, hogy abban a nagyon gazdag építészeti örökségben, amiről Tamás tudna beszélni, hozzáértően Kőszegen, hogy ez az építészeti örökség milyen humán örökséget takar, kik voltak azok, akik ott éltek, ott alkottak. És most készült el az a könyv, amiben 36 történet immár elmondja, hogy ezek a hősök, ezek a kőszegi hősök kik voltak. Persze támaszkodunk előzményekre, nem mi találtuk ki azt, hogy a névtelen hősöket, vagy az ismert, de mégsem, talán mégsem nemzeti szinten ismert hősöket is meg kell szólaltatni. A mikrotörténetek ezzel kísérleteznek évtizedek óta. Hankis elemény számára, sajnos ez a beszélgetés is elmaradt, mint sok más, hiszen én is az élete utolsó néhány hónapjában tudtam vele beszélgetni először. Az a beszélgetés elmaradt, hogy megkérdezem tőle, hogy ő mit gondolna arról a kérdésről, hogy egy Menocchio nevű friuli molnár, aki a 16. században élt, és azzal szórakoztatta a falusiakat, hogy alternatív teremtés mítosz részleteibe avatta őket be, és addig-addig feszegette a határait, amíg másodszor az inkvizíció csak megégette mintereteket, hogy most ez egy bolond volt, vagy egy hős volt, ez egy elmebeteg volt, vagy pedig egy értelmiségi volt, aki minden áron kiállt az igazáért. És azt hiszem, hogy Hankis azt mondja, hogy alapvetően egy értelmiségi volt. Igaz, hogy egy kicsit túl lőtt a huron, de azért alapvetően egy értelmiségi volt. Na most mi próbáltuk megtalálni ezeket a Menocchiókat Kőszegen. És hát persze nem csak a Menocchiókat, hanem azokat a hát jóval ismertebb figurákat is, akik ott éltek, és akik nagyon erősen kötődtek ehhez a városhoz. És megtaláltuk őket, megtaláltuk a sejeket, akikről egyben kiderült időközben, hogy ők azon kívül, hogy lokálpatrióta zsidók voltak, azon kívül képviselnek egy hálózatot, nevezetesen az Alsó-Ausztria Nyugat-Magyarországi hálózatot. Megtaláltuk Festeti Csimrét, aki azon kívül, hogy főnemes volt, képviselt egy tudományos hálózatot, aminek Brünóban volt a központja. Megtaláltuk Székely Lászlót, a plébánost, aki egy katolikus közösséget képviselt, és folytathatnám ezt a felsorolást. A lényeg az, hogy abba az irányba visszük tovább a kutatást, hogy ezek a személyek, individuumok, akik valamilyen szempontból kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, ezek hálózatok, ezek mögött hálózatok állnak. Az ő teljesítményüket ugye hálózatban lehet értelmezni, hogyan ezt az utóbbi több mint 10 évben, 15 évben Barabási László többször, többféle formában is elmondta. És szeretnénk a kutatásunkat egy olyan irányba továbbvinni, hogy ezek a hálózatok, amelyek Kőszegen megjelennek, ezek vajon nagyobb sűrűségben vannak-e jelen bizonyos településeken, bizonyos városokban, és ha igen, akkor miért? Miért éppen ezek? És mi ezeknek a következménye? Innovatívabb lesz ettől egy település? Segít ez abban, hogy ez a település újra gondolja a pozícióját, a szükségleteit a különböző történeti helyzetekben? És azt hiszem, hogy ha ebbe az irányba visszük el a kutatásunkat, akkor sikerül majd a Kraft programhoz és ideához csatlakoztatni azt, amit mi csinálunk. És zárásképpen néhány mondat arról, hogy a Hankis központban ezen kívül mi történt és mi történik. Csortos Szabó Sándor ugye megírta egy nagyon értékes dolgozatot Hankisnak a rajzfilmekben játszott szerepéről. Kondor Katalin elmondta, hogy a rádiós munkásságáról, illetve meg is írta, hogy a rádiós munkásságáról mit kell tudni. Sümegi Istvánnak köszönhetően készülőben van egy kötet, amelyben Hankis
láthatóvá válik majd nemzetközi terepen is, reményeink szerint, tehát az ő szövege, amik részben már megjelentek angolul, illetve amiket fontos volna lefordítani, illetve Turay Mártonnak köszönhetően tudjuk azt, hogy mi tartalmaz a televízió archívum Hankissal kapcsolatban, tehát milyen műsorokban szerepelt, mit csináltott, illetve Mecsei Márton összegyűjtötte, feldolgozta, rendezte Hankis személyes hagyatékát, ami szintén egy, és meg is írta, hogy erről mit tud pillanatnyilag mondani, ami szintén egy nagyon fontos szellemi hagyaték, és ezek, mindezek láthatóak lesznek, hozzáférhetőek és kutathatóak lesznek néhány hónapon belül. Tehát azt hiszem, hogy Hankisnak talán ez egy megfelelő válasz volna arra, hogy nem csak beszélünk, hanem csináltunk is valamit. Igen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, igen. A házakat vallatják a történész kolléginák és kollégák, és a házak beszélnek a lakóikkal együtt. Ez egy olyan könyv, amit mindenképpen meg kell venni, de miért ezt tennék, még kicsit spóroljanak azért. Most először vegyék meg ezt a két kötetet, ami itt kint vár önökre, nagyon csapott áron, úgyhogy érdemes. Egyikben ott Csoltos Szabó Sándor filmje is ott van, úgyhogy abszolút multimédia. Hölgyeim és uraim, az IASK kutatóit hallották, nem mindenkit, vannak itt még a soraim, akit ma nem szólaltak meg, de ha kíváncsiak rájuk a videóinkon láthatják őket is, vagy a honlapon lévő különböző menüpontok alatt elég sok tanulmányt és szöveget közöltünk, és közölni is fogunk. Többször szó esett a dobozból való kiugrásra, a besorolhatatlanságra, áttörte, nem törte át Hankis ellenére az akadémia, vagy a disziplinák falait. Amikor már nem volt köztünk, akkor jött a jó hír, hogy az intézet létre fog tudni jönni. Ő nagyon-nagyon várta azt, hogy legyen egy olyan intézet, egy olyan kutatóközpont, amit egész életében keresett. Egy kis idején keresztül, ez két éven keresztül, ez az Ötvös Kollégiumban vélte megtalálni, ahonnan kipenderítették származása miatt, tulajdonképpen teljesen indokolatlanul. Ez sincs földolgozva, ez politikai, emberi, morális kérdés, a múltunkhoz, közelmúltunkhoz tartozik. Finoman kell majd hozzányúlni, de érdemes ezt is végiggondolni. Egész életében ezt gondolt a paradicsomnak, és ezt kereste. Magyarországon többet nem találta meg. Egy kicsikét itt az irodalomtudományban, aztán onnan is el kellett együtt mennünk. Politikatudományi intézetben sem tudták ott tartani, nem tartották eléggé odavalónak. Mert nem egy disziplinához tartozott. Ez elég csúnya vég lett volna, ha nem jött volna ez az intézet, amit ő nagyon akart. Sokat javasolt az akadémia vezetőinek, hogy legyen egy ilyen. Jártunk együtt az akkori vezetőséghez, süket fülekre találtunk, és aztán úgy döntöttünk, vagy én úgy döntöttem, hogy akkor hozzuk létre kőszegen, mert olyan sok minden szólt amellett, hogy szükség van, igen, ahogy mondtátok, egy perifériás megoldásra, hogy onnan kell valahonnan máshonnan az újat megfogalmazni, és hogy ezt megtörténhetett, ő ezt tudta, hogy meg fog történni, de nem élte meg. És amikor már nem volt köztünk, akkor gondolkoztunk a neven. Még az is felmerült, hogy Hankis Elemér Intézet legyen, aztán valahogy ezt elvetettük, mert ennél azért többet csinál az intézet, mint amit ő konkrétan átfogott, és létrejött ez a szó összetétel, az IASK, ami viszont ráutal. Ugye ez egy rövidítés, Institute of Advanced Studies, kőszeg, IASK. Én kérdezek, és te válaszolsz. Ez volt a Hankis Elemér. Így tanult, és így tanított is. És ráadásul még rendelkezésünkre állt egy olasz kollégánknak köszönhetően ez a 9 pontos feladvány, a 9-dots puzzle, ami röviden arról szól, hogy hogyan lehet 9 pontot összekötni, egy négyzetet tesz ki ez a 9 pont, úgyhogy nem emeljük fel a ceruzánkat 4 húzással, és az derül ki, biztos sokan ismerik ezt, hogy nem lehet akkor ezt megoldani, ha benne maradunk a keretek között. Tehát a négyzet alkotta keretek között nem oldható meg csak akkor, hogyha kívülről indulunk, és a kívülre érkezünk. Igen ám, de itt jön még egy fordulat, és ezt itt aztán Gyuri mondta, vagy többen említették, ezt, hogy felfedezünk valami újat. És aztán az hirtelen ránk csukódik egy ponton, és fogva tart. A mondjuk a kopernikuszi világképerő elemér, és sokat beszél, hogy még ma is úgy gondolkozunk, hogy a nap föl kell. Tehát, hogy nagyon sokáig, vagy ugye sokat szokták azt emlegetni, hogy a politikusok rég elhunyt közgazdászok rabjai. Olyan dogmákat és axiómákat
axiomákat ismételgetnek, szabad piac, nem akarok most semmilyen részletbe belemenni, amik már rég túlhaladottak, de ezt nem tudják, ugye a hatalommal bírók. Tehát nagyon kell figyelni erre, hogy ez nem egyszer kiugrani a dobozból, vagy a boxból, vagy az nem elég. Tudjuk, az létrehoz egy új struktúrát, meg lehetne már rajzolni a másik négyzetet a négyzetből kiugrottaknak, és ránk csukódik egy újabb valóság. Tehát Hankis ellenmér jól tette, hogy állandóan keresett, mert soha nem lehet ilyen értelemben megállni. Ez tulajdonképpen az egyik üzenete volt. Én ígértem még egy meglepetést, akkor jöjjön. Intézetünknek ez egy kevésbé ismert dimenziója, de most talán egy kicsit nagyobb ismertséget kap. Hogy megvédjük magunkat ebben a világban, nem csak mitoszokkal és vallásokkal, értékekkel és hiedelmekkel, hanem zenével is körülvesszük magunkat. Hangokkal és ritmusokkal, dallamokkal és harmóniával. Fücsülészünk éjjel az erdőben, hogy ne érezzük magunkat olyan magányosnak, hogy ne féljünk és ne legyünk olyan védtelenek a sötétség vadonjában. Afrikai törzsek a dobok ritmikus morajlásával töltik ki az ürességet maguk körül. Amikor éneklünk, akkor az énekhang hullámait töltik ki a teret körülöttünk. Egy vak menne az övünkön, és egy mikrofonnal a fejünkön kizárjuk a valóságos világot. Csalogolhatunk egy félelmetes metropolisz legzajosabb utcáján, és közben mégis a zene és a harmónia világának közepén érezhetjük magunkat. A zene különböző formáik különbözőképpen válaszolnak a csendre. A gregorián például minden szempontból ellentéte a világi zenének. A gregorián szigorúan egy szólamú dallama, egyetlen péntő vonalat írt le egy sötét és néma univerzumban. Magányos hang az üres térben, egy térben, amelyből Isten visszahúzódott a bűnbeesés után. Ám bár lehet, hogy ott van, láthatatlanul hallgatja az éneket, rettenetes csendjébe burkolózva. Kegyelmének fénye bármelyik pillanatban fölragyoghat, és betöltheti a sötét és magányos teret az éneklő körül. A gregorián ellenáll annak a csábításnak, hogy maga töltse be a csendet és az ürességet, a világi zene színes és könnyű harmóniáival, vagy a tánc extázisával, teljesség és az otthonlét illúziójával. És érezhetjük mindezt akkor is, ha nem hiszük abban, hogy egy Isten valaha is megtörheti ezt a csendet. A barokk zene az ellenkező végletből szól. Egy Kopernikusz utáni és reneszánsz utáni félelemmel és szorongással a szívükben a barokk művészek megpróbálták betölteni a világ mindensége. A hangok mind bonyolultabb kavargásával, zenéjük már-már hisztérikus újongásával, képeik örvénylő vonalaival és lángoló színeivel, szobraik és épületeik extázisával. Azzal, hogy a romantikus zenekarban megjelentek a részfúvók, az óriás zenekarok feltűnésével, és a legutóbbi évtizedekben az elektronikus zene mega decibeljeinek inváziójával már-már csúcspontjára érkezett az a hisztérikus kísérlet, hogy hangokkal töltsük be a körülöttünk mélyülő ürességet. A zene mindig flörtölt a diszharmóniával is, de csak úgy, hogy végül az utolsó győztes akkordban végül is mindig feloldotta. Ma a kérdés az, hogy a modern zene túl messzire ment-e, vagy sem abban, hogy a diszharmóniával kísérletezik, vagy akarva akaratlan összetörte
a harmónia minket védő szféráit, vagy valami új, amelyik kevesek számára hallható harmóniával tölti majd kikörülöttünk az űrt. Lehet, hogy a modern zene új korszak kialakulását jelzi. Egy olyan korszakét, amely már képes nyíltan szembenézni az idegen világgal, anélkül, hogy szükség volna a harmónia illúziójára vagy reményére. Viszonylagos népszerűtlensége azonban, és a túlontúl harmonikus népszerű zene tömeghatása a különböző punk, hard rock és rap zenekarok gyerekes topzódása ellenére lehet, hogy az ellenkezőjére utal. Lehet, hogy még vagy egyáltalában nem vagyunk képesek arra, hogy szembenézzünk a világ rettenetével, mitozok és vallások, hiedelmek és illúziók nélkül, és a zene harmóniái nélkül. Hölgyeim és uraim, ahogy látták, Mizsei Zoltán zenét hallgatták. Én utolsó akkordként kérném, hogy Zoli, két mondatot mondjál erről a munkáról, és hogyan lesz ennek folytatása? Dramaturgiailag persze ilyen után megszólalni lehetetlen. Bevállalom az unalmasságot, mindenki 2014 karácsonyára hivatkozott, magam is ezt fogom tenni. Amikor azon az utolsó alkalmon engem meghívtak, hogy zenével járuljak hozzá Elemér beszédjéhez. Fölmentem a lépcsőn, és egy emberként az összes kutatók Elemérrel együtt kérdezték, Zoli, hát te mit keresel itt? Mondom, hát hívtak, jöttem. Hát mi téged nem hívtunk. Mit tegyünk ebben a lehetetlen helyzetben? Mondta Elemér, gyere be a szobába, megbeszéljük ezt. Bementünk a szobába, mondta nekem, tudod, mit én kérdezni fogok ma este? Te pedig kérlek, válaszolj zenében. Ez történt, alkalmattán ugye az a film, amit többen emlegettek, mutatja, hogy történt ez. Néha hozzám fordult, első válasz most Zolitól kérem, és akkor én ottan hangban, billentyűkön improvizáltam, válaszoltam. Ez neki végül nagyon megtetszett, mondta, hogy ezt folytatnunk kéne. Ez a feladat ránk hárult, így folytattuk Elemérrel, hogy a már említett archívumban Vecsei Marci kollégánk segítségével ugye előkerült egy jó sok magnókazetta, amiben főleg az emberi kalandra szánt szövegeit diktálta föl, ha jól tudom, Marci, rosszok, javíts ki, diktálta föl szöveg leírás előkészítve az összes központozást, mindent magnóra mondott, ezért gyakorlatilag kibogozhatatlan volt maga a szöveg. Elképesztő, bravúros munka eredménye, hogy ez a szöveg így megszólalhatott, ahogy most hallottuk, ez Marciék érdeme. Ebből egy hangkis hangséta készül majd tavasszal. Tehát kiki egy magnóval, ahogy mondta
Walkman-nel a zsebében sétálhat majd Kőszeg utcáin, az ő kedves utcáin, és különböző helyszínekhez rendelte Marci ezeket a szövegeket, a most hallott zenét, vagy az előbb hallott kertet. De addig is, hogy ezek teljesek legyenek, én kaptam feladatot, hogy ebből mutassak valamit, és akkor itt raktam hozzá az én hangkis párbeszédemet, a zene, saját hangom, illetve a képek nyelvén. Köszönöm. Köszönöm. Tökéletes. László, a többit Kőszegen tavasszal folytatjuk az említett Festetics Imre palotájában, ahol Csernel István is élt és dolgozott, nyílik meg a Hangkis Archívum és Kutatóközpont, és ott ebben a fantasztikus épületben, ami kívülről egy szerény barokk palotának látszik, mint valami az Úri utca a várban, olyan szép, de olyan 12 egy tucat. Belülről van egészen fantasztikus tér, terek nyílnak, a legfantasztikusabb ezek között pedig egy istálló, ami tökéletesen rejtve volt a kommunizmus évtizedei alatt, ottan ilyen fa és szén tárolására gyakorlatilag szétparcellázott disziplinákba, ugye, szétvágott, ilyen kócseráj volt, sötét és koszos. És talán a lakók se tudták, hogy hogy nézett ez ki valamikor. Amikor kitisztították, akkor egy döbbenetes teret találtunk, megtalálták a lovak etető vágyóját az eredeti anyagból, és elhatároztuk, hogy ez lesz a Hangkis Elemér elvarázsoló terem, sokféle neve van, valóban alkalmas ilyen típusú élményeknek az átélésére, úgyhogy mindenki szeretettel látunk, majd jönnek a meghívók. Hölgyeim, és nagyon szépen köszönjük Kró Norbertnek még egyszer, hogy itt lehettünk, az akadémiának, hogy gondolt Hangkis Elemére, és megjelent ez a egyébként nagyon sokoldalú, nem olyan nagyon-nagyon száraz kötet. Reméljük, hogy nem sokára előállunk az angol nyelvű kiadványokkal is, mert akármilyen furcsa elemér, nagyon-nagyon sok időt töltött el ezekben. Keresvén a paradicsomot Palo Altóban és George, de nem igazán talált azért meg az otthonát, és nem egészen ment át mindez, amiből most egy ízelítőt lehetett kapni a világ tudatába, a tudományos élet terén sem. Ezen munkálkodunk tovább. Köszönjük szépen, hogy itt voltak ilyen szép számon, és kérem szépen, forgassák ezeket a köteteket. Azt szoktuk mondani, hogy mi még a Gutenberg és a Zuckerberg galaxis közötti térben oszcillálunk, hogy Elemér is oszcillált, hogy ahogy Géisa fejedelem fölvette a kereszténységet, de titokban mindig a pogány istenségekhez is imádkozott, úgyhogy isteneket. Hát valahogy így élünk. Köszönjük szépen, folytatjuk. Köszönjük.